Hello, sziasztok, Szíriuszék, és elnézést a késésért. Elmentem biciklizni, és még nem teljesen dinamikus annyira a dolog, mint amennyire kéne, hogy dinamikus legyen a dolog. Ahhoz, hogy ez... értitek, hogy ez így jobban procoljon még a 9:30-es kezdéssel. Nem fújt le a szél? Egyébként eléggé szeles volt, eléggé szeles volt az idő. Hála az égnek egyébként azon a szakaszon, ahol távolodtam itthonról, és aztán amikor megfordultam, hogy elkezdjek közeledni itthonra, akkor ugye nyilvánvalóan ugyanez a szél hátszélé vált. Szóval, szia Pepe, szia Alfanes, szia Duriel, szia Juzlésbot, szia Illusion, szia Matóanyó, aki már nincs itt, szia Teratlon, szia Tomi. Sziasztok, srácok! Szóval elmentem bringázni, nagyon jól esett, abszolút jobban kell erre figyelnem, szóval ha mondjuk ennek az ára, hogy hetente 2 streamet fél órával később kezdek, vagy ilyesmi, akkor alapvetően szerintem ez nem annyira vészes dolog. Nyilván a cél az az, hogy végezzek 9:30-ra, most ez alapján, a mai példa alapján, illetve valószínűleg nagyjából a szerda is így nézett ki, csak ugye szerdán nincsen stream utána rögtön, hanem szerdán háttérmunka van, szóval ott nem annyira baj, ha nem érek konkrétan 9:30-ra, vagy 9:30 előtt a géphez. Szerintem, ha sikerülne, tehát az a célom egyébként, hogy 7:30-kor már szeretnék a körnek az elején lenni, tehát hogy egy adott útvonalat tekerek mostanában, nyilván egyszer meg fogom unni, és cserélni fogom, de most egyenlőre még nem. Szia Zavetszki, szia Sajuk, szia Madmans, szóval, meg szia Dani, szóval annak a körnek az elején szeretnék lenni 7:30-ra. És jelenleg 7:57 sikerül. Valószínűleg be kéne látnom, hogyha 7 órakor csörög az ébresztő, akkor nem leszek ott 7:30-ra. És nem tudom, meg kéne próbálni előrehozni 6:45-re az ébresztőt, és akkor, na mindegy, szalértitek, próbálkozik az ember. Közben nyilvánvalóan nem segít nagyon-nagyon sokat, hogy tegnap nem is tudom mikor, 1:45-kor sikerült ágyba kerülnöm. Vagy hát ma. Úgyhogy ja, na mindegy, ezt majd ki kell sakkozni, meg így próbálkozom vele, de nagyon-nagyon jól esik, és nagyon-nagyon jól tesz szerintem mentálisan is az, hogy... értek, hogy így eljárok biciklizgetni. Ráadásul egyébként a mai naphoz kelleni is fog, ugyanis... egyébként ez egy szuper jó hír, képzeljétek el, Asszonypajtásnak tökre meglendült a klienseinek a száma. Kicsit szomorkodtunk, nem tudom, 1 vagy 2 hete vagy 3, hogy hát, hogy lemondja 2, és akkor most kiesett 2, és valami 5 ember jött a helyükre. Úgyhogy, mert mint, ja, azt hiszem összesen valami 5 ember jött a helyükre. Szóval a mai nap nagyon izgalmas lesz ilyen tekintetben. Szia medve! Ami egyébként egy fantasztikus hír, tehát hogy ez egy fantasztikus hír, csak nyilvánvalóan ez azt jelenti, hogy ugye ma délután nincsen stream, szóval tehát, hogy a pénteken azért nincs ugye stream elsősorban, mert erre az idő, tehát hogy most jelenleg úgy próbáljuk megoldani Asszonypajtással a dolgot, hogy berakja azokat a klienseket, akiket tud a 2 stream közé, akiket pedig nem tud, azokat tömbösítve péntekre. Értitek? Ezek az esti időpontok, ezek a nem tudom milyen, azok, akiknek nem jó alapvetően, nyilván rengeteg embernek nem jó, nem tudom, mondjuk 3-tól fél 6-ig tartó, vagy mondjuk fél 3-tól fél 6-ig, vagy 2-től fél 6-ig tartó időpont vagy időszak, akkor azok kerülnek ide péntekre, most így tömbösítve. De hogy most nagyon sokan lettek. Szóval Asszonypajtásnak is... elképesztően izgalmas lesz valószínűleg a mai nap, meg kitartás majd neki nyilván. Ezt nyilván elmondom majd neki is, szóval nem egy streamben fogok neki sok kitartást kívánni. De hogy nekem is izgalmas lesz a dolog. Mert hogy ugye addig meggyerkődsz, aki ráadásul jelenleg nem alszik délután. És nekem ez volt a nagy cheatem, hogy elvittem és aludt egy tök nagyot délután. Na mindegy, szóval izgalmas lesz a minden, viszont a délelőtti program az a hetünk utolsó streamje, Ha egy néződ jelentkezne a párathoz, az furcsa lenne, vagy jó? Nem vállalnál. Nem vállalnál valószínűleg, mert mint hogy abban az esetben, ha tudunk róla, hogy hogy van, és nem arról van szó, mert olyan volt már, hogy volt kamasz kliense, akinél, aki egyébként mondjuk érdeklődött a Minecraftért, és akkor ott megvolt a veszélye annak, hogy hát ott megvolt a veszélye annak, hogy esetleg kiderül. Mit csinál párom? Pszichológus. Pszichológus. Szóval hogy ott például, amikor az a kliens volt, vagy azzal voltak az alkalmak, ő vele nem használta az én setupomat, asszonypajtás. Egyébként nem is szereti használni, azóta kiderült, de hogy akkor még kísérleteztünk azzal, hogy ugye nekem úgy van összerakva a setupom, hogy alapvetően minimalizálja a szükségét annak, hogy a gyerkőcöt csendben tartsuk, és játszon nyugodtan, tehát hogy a mikrofon is alapvetően arra van lőve, hogy ne hallatszódjon be annyira, ettől függetlenül tudom, hogy néha behallatszódik, de hogy értitek, így alapvetően ne hallatszódjon be annyira. És akkor ugye nyilván logikus lenne, hogy amikor ő dolgozik, akkor ugye én nyilván nem dolgozom, tehát akkor nyilvánvalóan szabad ez a setup, és akkor logikus lenne, hogyha ezt használná ilyen tekintetben, de hogy nem szereti, nem annyira jó a kontakt, meg nem érzi annyira komfortosan magát itt ebben a zónában. Szóval, hogy erre egy módszer az, hogyha mondjuk ő dolgozik, akkor én meg elviszem a gyerkőcöt, és akkor sétálunk. És ha mondjuk van kettő kliense egymás után, akkor azt simán tudjátok, így át tudjuk húzni. Nem zavar egyáltalán, meg nyilván behallatszódhat valamennyire, meg nincs ezzel semmi baj. Valószínűleg inkább én stresszelek rajta, tudjátok, amikor a gyerkőc nyilván fakockázni szeretne, és így nem tudom, a pszichológus session közepén így kijönti a doboz fakockáját, és nyilván ő egy gyerek, tehát hogy csinálja ezt, öntse ki a doboz fakockáját, de közben így állok, hogy yeah, about that. A meetingeken szoktak ezzel viccelődni egyébként, vannak nem is meetingek azok, van amikor ilyen dolgozik a súlynyuginál is, és van amikor a súlynyugi önkénteseknek tartanak ilyen valamit, továbbképzést, ilyesmi, és olyankor ezzel a setup-pal dolgozik, és ugye ez meg van világítva jól, megvannak a kamerák jól, megvan a hangtechnika jól, megvan a számítástechnika hozzá jól. Szóval ilyen, tudjátok, amikor így mindenki így, nem tudom, így a laptop kameráit használja, hallatszódik valahogy, és akkor ő meg gyakorlatilag ugye nyilván egy broadcast technológiába ül be, és csinálja dolgokat. Na mindegy, kezdjünk el játszani, mert megint elcsacsakom az időt itt, mint mindig, és az a helyzet, hogy erre nekünk nincs lehetőségünk, ez egy kemény világ, itt bizony játszani kell, különben nem fogunk haladni. Project Zomboidozni fogunk a mai nap folyamán, mint azt láthattátok már valószínűleg alul kiírva a stream alatt, illetve a menetrendben is egy ideje már benne van. Szóval Project Zomboid, ami egy ilyen zombie sandbox túlélő játék egyébként, meglehetősen csúnya, de közben a játék maga olyan szinten zseniális, hogy az valami elképesztő. Egyszerűen fantasztikus. Tehát, hogy mert nyilván, ha valaki szereti az ilyet, tehát abszolút el tudom képzelni, hogy ne érezze mindenki. Tehát, hogy abszolút el tudom képzelni, hogy ez egy rétegjáték. Engem valahogy úgy betalált, hogy annyira élvezem felfedezni újra, hogy az valami elképesztő. Nem pont onnan fogjuk folytatni, ahol az előző streamet abba hagytuk, ugyanis az előző stream óta elmentem lootolni, illetve nagyon specifikusan nem lootolni mentem el, hanem asztalosnak tanulni. Konkrétan az történt, hogy mert ezt lehet, hogy már tudom is mutatni. Ez hirtelen hangos volt. Én abszolút értem, hogy miért streamelik kevesen egyébként. Tehát, hogy ez, én abszolút értem, hogy miért. Mert, hogy streamer oldalról nézve, nem fogok hazudni, én abszolút értem, hogy miért streamelik kevesen. Annak ellenére, hogy én nagyon szeretem, és hogy nyilvánvalóan én nagyon szeretném streamelni. Well, hát itt ezt aztán jól meg fogom nektek mutatni. Oké, szóval eljöttünk a szokásos loot útvonalunkon egyébként, ugye, akik esetleg nem tudom, most csatlakoznak a sorozathoz, vagy bármi ilyesmi. Most jelenleg a zombi túlélő bázisunk az itt ez az épület, ebben az épületben van, viszonylag távolabb van a várostól, de még kényelmesen megközelíthető. Vannak paraméterek, amik miatt tök jó, nem azt mondom, hogy minden paraméterre tök jó egyébként. De vannak paraméterek, amik miatt tök jó, ez ugye West Point névre hallgató város, és akkor azt szoktam csinálni, hogyha nagyon lootolni kell, hogy beülök az autómba, és vagy ebből az irányból bejövök a városba, vagy ebből az irányból egy kicsit távolabbra megyek a városban. Ez a rész, ez itt nagyon tele van zombikkal, tehát itt most az volt a terv egyébként, konkrétan, hogy bejövök ide, és itt ezektől a házaktól el is kezdem a lootolást. De az van, hogy nagyon-nagyon, ez a rész ez itt nagyon tele van zombival, és streamen kívül nem akartam hatalmas konfliktusokba keveredni. Szóval nem akartam ezt az épületet kitisztítani, vagy ezt, valamelyiket a kettő közül. Nem akartam ezekkel, mert értek, ha nagyon nagy a harc, akkor nagyon nagy az esélye annak, hogy nem sikerül. Szóval ebben nem akartam feltétlenül belemenni, úgyhogy eljöttem ide egy nyugodtabb területre, lelútoltam ezt a házat, szétszedtem nagyon-nagyon sok bútorát, nem szedtem szét minden bútorát, de majdnem minden bútorát szétszedtem. Kirútoltam ezt a garást, ebben a garázsban találtam egy generátort, ebben a garázsban, mert ezt is kilútoltam azóta, találtam szerintem egy üzemanyagkannát, és most jelenleg ezt a házat lútolom, méghozzá konkrétan úgy, hogy szedem szét a dolgokat. Elsősorban ugye nyilvánvalóan az ágyakat, mert ugye az ágyak, én nem tudom nektek srácok megmondani miért, de valamire játékfejlesztői úgy döntöttek, hogy az ágyak adják a legtöbb XP-t. Fejlődni akarunk éppen. Tehát, hogy azon dolgozunk, rossz oldalon van a webkamera. Fejlődni akarunk, és ez úgy működik a úgy működik a Project Zomboidban, hogy először is érdemes szakirodalmat olvasni, ugyanis a szakirodalom az megnöveli, tehát egy szorzót ad arra, hogy mennyi XP-t kapunk dolgokból. Tehát, hogy most ha megnézzük, akkor ugye 4500 XP-t kell elérnem ahhoz, hogy a 7. szint sikerüljön. Ha a 7. szint sikerül, akkor majd gondolkozhatunk a 8-ról, de hogy ugye ahhoz, hogy meglegyen a 7. szint, ahhoz 4500 XP-re van szükségem. Ha csak simán le akarunk vagy lecraftolunk mondjuk egy faládát, vagy szétszedünk egy faládát, az 10 XP. Szóval ki lehet számolni, ez a 4500 XP az mennyit jelent konkrétan. Viszont, ha elolvasunk szakkönyveket, akkor szinttől függően egyre több szorzót kapunk arra, hogy mennyi XP-t kapunk. A 7-es szinten a végigolvasott megfelelő szakkönyvnél már 12-szeres a szorzó, ami azt jelenti, hogy ugyanaz a 10 XP-t érő láda, az most már 120 XP-t érne, ami a továbbiakban is shit. Ezen kívül egyébként mi asztalosok vagyunk egyébként, a karakterünk asztalos végzettségét tekintve, tehát a zombi apokalipszis előtt asztalosként dolgozott, és akkor itt vannak az ágyak, amik meg most ugye 1906 XP-nk van a 4500-ból, és valamilyen oknál fogva, nem tudom pontosan megmondani, de az ágyak, főleg a dupla ágyak, azok ilyen 400-500 XP-t érnek már ilyen szorzók mellett, szóval ezt most szétszettük, és akkor már is 2300 valamennyi. Szóval ezt csináltam igazából, hogy mentem és szétszedtem dolgokat. Amit most el akarunk érni egyébként, az a 8-as szint. Azt nem tudom pontosan, hogy a 8-as szint után... ez egy miszklik, planket biztos nem akartam felvenni. Azt nem tudom megmondani, hogy a 8-as szint után kell-e majd rassolnunk tovább, vagy szeretnénk-e, értitek, a továbbiakat is. Szóval nekem az az érzésem, hogyha elérnénk a 8-as szintet, akkor már elkezdhetnénk nagyon-nagyon komoly fejlesztéseket a bázison. Tehát nagyon-nagyon komoly építéseket, nagyon-nagyon komoly, vagy hát arányaiban komolyan, nagyon-nagyon komoly, ez egy erős túlzás azért. Állítólag egyébként képzeljétek el a ruhaszéttépés is. Ezt most Kurasi mondta amúgy, hogy állítólag a ruhaszéttépés is XP-t ad. Egyébként vagy hát az is izéhez ad XP-t. Valamiért a Carpentryhez, de ebben nem vagyok 100%-ig biztos. Én nem látom, hogy ez... Na mindegy. A mai napra egyébként nem feltétlenül ezt terveztem. A mai napra elsősorban... tailoringhez ad XP-t. Na, ez mennyivel logikusabb? Oké, szóval a mai napra ételfarmolást terveztünk, viszont ha már itt vagyunk, akkor inkább folytatnám ezt. És a házakban talált valamennyi konzervvel... megpróbáljuk túlélni a dolgokat, és aztán majd kitaláljuk. Van egy csomó mindennel kapcsolatban egyébként kérdés, amit majd együtt döntünk el, ugyanis az a helyzet, hogy ezekben a házakban most rengeteg, de rengeteg plank van. Tehát, hogy nagyon-nagyon sok plank van szétszórva mindenhol. Amiket őszintén szólva tök jó lenne hazavinni, de közben nyilván tökre nem biztos, hogy jó lenne hazavinni, mert... mert nagyon nehéz kicipálni. Szóval, hogy nagyon-nagyon hosszú időt töltenénk el azzal, mire azokat mind kivinnénk. Még úgy is, hogy értitek, itt áll az autó konkrétan kint. Illetve nem is vagyok benne biztos, hogy nagyon-nagyon sokat el tudnánk belőle vinni. Na jó van, miatt szétszedünk minden nyavajás ágyat. Aludjunk már valahol. 14 óra. Jó, hát most igazából tök mindegy, hogy hol alszunk. Nincs nagyon sok kajánk egyébként, de hogy ez... hát ez már egy ideje így van. Tehát, hogy eljutottunk oda, hogy már nincs nagyon-nagyon sok kajánk sajnos. Asztalosak leszünk, ha addig élünk is, narrátor, addig éltünk. Sajnos egyébként simán lehet, hogy... Várjátok, házban dolgozom. Azt számolom, hogy kell nekünk most ébresztőórát állítanunk. Kell nekünk ébresztőórát állítanunk, mert ugye, ha nem állítok ébresztőórát, akkor nyilván addig alszik, ameddig akar, de hogyha bent dolgoznánk a házban, akkor ezzel igazából nem lenne semmi baj. De közben ki kéne vinnünk dolgokat, meg le kéne raknunk dolgokat az autóba, és azt viszont szeretném még éjszaka megcsinálni. Úgyhogy valószínűleg azt fogjuk csinálni, hogy... hol a retekben van ebben a házban a lépcső? Szóval azt fogjuk valószínűleg csinálni, tehát hogy úgy szeretném kivinni a cuccokat az autóhoz, hogy ó, nem csináltunk prediction-t! Hát mennyire igazatok lenne, ha azt mondanátok, hogy hé, Viktor, nem csináltunk prediction-t. Nyilván nem mondta senki. Túléljük a streamet? Persze, nem. 5 perc. Mert remélhetőleg abban... Már megcsináltam, Tomi, már megcsináltam. Olyan gyors voltam, mint a villám. Piu, 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 prediction! Ezzel a házzal még nem haladok annyira jól a szétszedés tekintetében. A másik ház az már elég üres. Szét lehet szedni vajon a villanykapcsolót? Mert most nincs áram. És elkezdtem közben dolgozni az elektrikál dolgokon is. Ja, azért itt is volt egy pár zombi egyébként. Szóval elkezdtem közben dolgozni az elektrikál dolgokon is. Tehát, hogy az elektromos dolgok szereléséhez is értsünk. Nem is tudom, hogy ez talán ez a legjobb kifejezés. És tragikus. Srácok, tragikus. Azt kell, hogy mondjam, hogy barátilag megfogalmazva is tragikus. Tehát az van, hogy ugye gyűjtöttem ezeket a kis digitális karórákat, mert azt mondta az internet, hogy a digitális karórákat szétszedve, az mennyire tök jó, mert akkor abból lesz egy halom... XP-nk. És ez ugye önmagában ez alapvetően logikus is, de így, hogy megcsináltam, ténylegesen, vel azt kell, hogy mondjam, hogy ez nem ad nagyon-nagyon sok XP-t. Sőt. Ijesztően kevés XP-t ad. Szóval, hogy először is elolvastam a megfelelő szakkönyvet, nyilvánvalóan. És utána szétszereltem 11 plusz 18, 27 vagy 29 digitális karórát. És ez nem volt elegendő ahhoz, hogy elérjük az első szintnek a felét. Ami, legyünk őszinték, elég ijesztő. Szia Dani, köszi szépen a 14 hónapot, nagyon-nagyon király vagy. Köszönöm szépen. Hogy vagy? Elnézést az eltűnésért, sűrű az időszak, de próbálok többet jelen lenni, mert hiányoznak a streamjeid. Ja, és sose kell elnézést kérni attól, mert azért, mert nem tudsz éppen jelen lenni. Tökre örülök, hogy ha jelen tudsz. Nem hoztam vissza a kaját. Szia Csiki! Spoiler, általában veszteni szoktam a prediction-ökön. Úristen, és arra fogadtál, hogy túlélem a streamet? Az baj, mert én szeretném túlélni. És az tévéket szerelsz. Na ez van, hogy nekem logikus lenne, hogy a tévéket szerelek, akkor azért kapok több XP-t. Viszont, amiben nem vagyok 100%-ig biztos, de nekem nagyon úgy tűnik, hogyha nem sikerül a szétszerelés, nem tudom, attól még szét fog esni egyébként, csak nem tudom, valahogy nem sikerül a szétszerelés, akkor akkor nem kapom meg az XP-t. És nekem az az érzésem, hogy eddig egyik tévé szétszedése sem sikerült. Mármint szétszedtem már egy pár tévét, nem azt mondom, hogy sokat, kettő darab tévét szedtem egyébként szét. De hogy abból a kettőből szerintem egyik sem sikerült. Várjátok, szét tudom szedni? Nem. Propén torch. Szét tudom szedni a hűtőt? Nem, mert propén torch kell hozzá. Jó, hát ez baj. Szét tudom szedni a zongorát? Hát ezt szét tudom szedni persze. Kinek kell zenél? Az inventoryt lehet, igen. És mondjuk rádiókat vagy sütőket szerez, az is carpentry, vagy mi az? A rádiók az elektromos dolgokhoz adnak hozzá. A sütők az elméletileg, nem tudom. Én azt nem, hogy vagyunk már is túlterhelve? Miért vagyunk már is túlterhelve? Nincs is nálam semmi. Mármint a nagybetűs nincsen nálam semmi. Jó, mindegy, ebből bajunk lesz még, hogy az ott van. Mitől vagyunk ilyen átkozott nehezek? Ó, valószínűleg azaz. Jep, azaz. Akkor viszont ezt áttesszük a kezünkbe, mert ha megtámadnak minket a zombik, akkor ez nem baj, ha nálunk van. A világ problémája a hátadon, azért ilyen nehéz. Jó, szóval először craftoltam ezt a mászó rópot. És bevallom őszintén, nem tudtam, hogy ez ilyen, én ezt nem tudtam, hogy ez ilyen nehéz. Ó, és nézzétek, itt színjel a kis generátor, szóval van még egy generátorunk. Szedjük szét a tévészékházat, hát az jobb lett. Az a helyzet, hogy ezzel már próbálkozott a magyar nép. Aztán nyilvánvalóan feszegethető a téma, hogy jobb lett-e vagy nem. Aztán vannak ilyen dolgok, amikre azt hinné az ember, hogy az így számít, tehát hogy mondjuk most szétszedem itt ezt a kanapét, és nyilván ad is valamennyi XP-t, de egyébként egyetlen nem ad olyan nagyon-nagyon-nagyon sokat. Ugye most vagyunk 3400, tehát hogy gyakorlatilag ez történt. Így tanulunk asztalosnak, és ha elérjük a 8-as szintet, nem vagyok benne 100%-ig biztos, de úgy emlékszem, hogy 8-as szinttől van lépcső is. És 8-as szinttől van a nagy vízgyűjtő konténer is, ami azt jelenti, hogy ha elérjük a 8-as szintet, akkor építhetünk egy lépcsőt, hogy felmenjünk a tetőre, és megépíthetjük, vagy elkezdhetjük megépíteni a vízgyűjtő rendszerünket. Van ebben a játékban elektronikai szaküzlet? Van. Ilyen konyha technikai biztosan tudok, mert mint úgy értem, hogy én elmetek, tehát nekem az elektromosság is be van most boostolva, a mechanikszom is be van boostolva, tehát hogy én, nekem azok be vannak, tehát hogy én, nekem megvan már majdnem minden könyv. Illetve még egy dolog lenne, ami nagyon-nagyon fontos lenne egyébként, de nem ma fogunk neki indulni, mert ma nem tudom, nem feltétlenül ezt. Ó, azt írja, hogy rosszul emlékszem. Melyiket nem ettől a szinttől lehet csinálni? Melyiket nem ettől a... Nem fontos a lépcső, egy ablakon kilógatott kötéllel is lehet. Te megérdemled a TO-t. Nem csak belebeszélsz, de ráadásul iszonyatos hülyeséget is. Szóval a bázisunknak a tetejére nem vezet fel út. Ahhoz, hogy felmenjünk, ahhoz kell bármi. Úgyhogy nincs ablak sem, hogy felhúzzuk magunkat. Érted? Tehát fel kell menni, csinálni kell egy ablakot, hogy leengedjük a kötelet. És legjobb tudomásom szerint csak a lépcsővel tudunk felmenni. Az esőkollektor 7-es? A lépcső 6-os? Akkor jobban állok, mint gondoltam. Én azt hittem, hogy el kell rassolnom a 8-asig mindent. Mindenre. Itt van még ágy? That's a shame. Nem, nincs. Ez egy fal. Hol volt itt az ágy? Volt valahol egy ágy. Ránézel a tetőre és teleportálsz. Szóval, hogy ha megfelelően, te tényleg megfelelően... Ja igen, szóval amit elkezdtem mondani, hogy kell majd csinálnunk egy loot runt, bármilyen... videótékába. Vannak videótékák a pályán, szem szerint 6 darab. 3 itt a nagyvárosban, ahova nem megyünk. 1 darab itt. Szerintem talán ez az. Szóval 1 darab itt. 1 darab... Azt hiszem itt, de ebben nem vagyok 100%-ig biztos, szóval 1 darab valahol itt, és 1 darab valahol máshol. A jó hír, nyilván, hogy West Pointban nincs 1 darab sem. Szóval ez a jó hír. Szóval, hogy így is úgy is el kell mennünk valahol máshova, és a kazetta az úgy működik, mintha tévét néznél. Tehát ott konkrétan nem csak boostot kapsz XP-re, hanem konkrétan kapsz XP-t belőle. Szóval az elég jó. Ja, az elég jó ilyen tekintetben. És ez nyilván azért is lenne szuper jó egyébként, mert... Szerintem valahol hörög egy zombi. Na mindegy, szóval azért is lenne szuper jó, mert hogyha azokat is elrakjuk, tudjátok, elrakjuk szépen a stashbe, és meghal a karakterünk, akkor a következő karakterünket már nem kell abszolút whatsoever nulláról. Nem mondod, hogy 4495 XP-n van. Jó, mindegy, persze. De vajon hol a retekben van a bejárat? Oké, nem látok semmit. Van nálam... akár el is hozhattam volna. Nyilván nem hoztam el a zseblámpáimat. Ne is kérdezzétek, miért nem. Mindegy. Blue plastic chair. Oh, ez plastik. Azt az asztalt verjed szét. Szóval, ja, még azt is meg kéne valamikor csinálni, meg hát ugye nyilvánvalóan mondanom se kell, hogy... Ó, Oh yes! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Level 7-es Carpentry! És a level 8-asra még van szorzónk. Az nagyon-nagyon jó. Azért nagyon-nagyon jó egyébként, mert ehhez a szobához még hozzá se nyúltam gyakorlatilag. De most megyünk aludni, amint ezt be tudom zárni. Be tudtam zárni, hát nem fantasztikus? Oké, szóval szerintem most elmegyünk aludni. Nálam nincs most jelenleg nagyobb könyv. Szóval ha valahogy meg tudnánk csinálni a 8-as végéig ma, itt a streamben, akkor, és aztán kitaláljuk, hogy mi legyen a plankkel, mert nyilván a plank nyilván egy tök jó nyersanyag. De nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nehéz mozgatni. Nagyon-nagyon nehéz mozgatni. Oké, legkésőbb 8-kor kelünk. Nagyon keveset tud belőle felvenni, illetve lassan egyébként sajnos mennünk kell tovább a következő házba, mert nemes egyszerűséggel el fog fogyni a kajánk. Semmi baj egyébként, Gábor Florián, olvasd el a szabályzatot, és tök egyszerű lesz. Tehát nyilván nem az a baj, hogy tévedtél a backseatben elsősorban, hanem hogy backseateltél. Az csak extra, hogy tévedtél is közben. Nagyon-nagyon komoly backseat szabályzatunk van, ami ennek a játéknak az esetében pont egy picit lájtosabban van véve. Mert ugye nyilván egy nyakkendőt azt csak eltennék. Szerintem ezekből lehet izét csinálni. Mintha koppant volna valami. Oké, még 2 sitrópunk van. Jó, mit szóltok ahhoz, ha nem alszunk többet ebben a házban? Megpróbáljuk még kihasználni azt, amit ki tudunk. Nyilván szét lehetne szedni még egy csomó mindent, de valószínűleg sokkal kevesebb XP-t adnak. És hogyha viszont nem alszunk többet ebben a házban, akkor szétszedjük az ágyat, és aztán egyszerűen megyünk tovább. Elméletek be tudom most már jelölni majd a térképen azt, hogy ezek a házak készen vannak, vagy hát értitek, készen vannak, nem feltétlenül vannak per se készen. Mi a helyzet, srácok? Kinek mi a terv a hétvégére? Miért nem tudok rajzolni? Oh, wow. Megáll az ész. Miért nem tudok rajzolni? Oh. Mert bezártam a menüt, azért nem tudok rajzolni. Need a pen, need a pencil, need a blue pen. Jó, pirostól van nálunk, akkor pirossal fogunk rajzolni nyilvánvalóan. Ez a ház itt kész. Ez a ház is kész. És aztán leszereljük ezeket a nyavajás ajtókat is. És így leszünk igazán asztalosok. Jön haza a család szombaton, párom és 10 hónapos gyermek. Egy hét pihenő után nekem meg este meló. Ó, egy hét pihenő. Jó is az. Oké, azt szépen elrakjuk a táskába. Na, és akkor most jön az igazi varázslat. Tehát, hogy akkor 294 XP volt az ajtó leszedése. Egyébként az sem olyan nagyon-nagyon rossz. Hétvégén annyi a terv, hogy minél többet tudja Crusader Kingezni. Ha tényleg esni fog az eső, ha nem, akkor fűnyírás. Nekem ma estére van egy baráti kajálás, aztán megyünk tovább páran BZ koncertre, holnapra D&D, vasárnapra pedig egy meglepi színlapozás. Hát ez mennyire zseniális. Na, és akkor ebből meg kaptunk 700 XP-t. Tehát, hogy konkrétan 700 XP, elképesztő egyébként. Szétszedjük közben a lámpát is, ha már itt vagyunk. Azon gondolkozom, hogy elvihetnénk a függönyöket is, de közben meg nincs a bázisunkon ablak. Szóval, hogy nem tudom annyira őszintén átérezni a függöny elvitelének fontosságán. Lent vannak Dél-Angliában, barátos nénél. Egyedül lettem hagyva. Szia, Niki! 2 D&D session lesz a hétvégén. Holy guacamole. Azért az... Hát azért az elég kemény. Kedves egér, ha elkezdenél működni, az fantasztikus volna. Oké. Okay. Ez item in container. Sheets of paper. Nagyon jó. Elrakjuk. Sose rakom el egyébként a papírt. Úgyhogy majd egyszer rájövök, hogy mire kell. Szia, Vivi! Van egy ismerősöm, akinek 5 van minden héten. Holy guacamole. Mármint, hogy csak so hobbi szinten, vagy ő, nem tudom, ő valamilyen ilyen megélhetési D&D playerré vált, amivel egyébként nekem nincsen amúgy semmi bajom. Valamilyen oknál fogva nagyon, nem tudom. Nekem az az érzésem, vagy így az internetes fórum, tehát Redditet böngészve, az csapódik le bennem, hogy... hogy nagyon-nagyon lenézik azokat, akik, akik pénzért mesélnek mondjuk D&D-t, ami nekem ilyen teljesen érthetetlen. Tehát, hogy... Mármint, hogy nyilvánvalóan, ha van egy baráti társaság, akkor az lehet sokkal jobb, de hogy a D&D-re olyan szintű meló, vagy a mesélőre olyan szintű meló hárul, hogy én őszintén szól, még baráti közegben is abszolút el tudom képzelni, hogy így vagy úgy megjelenjen anyagi dolog. Tehát akár mondjuk a megfelelő szakirodalom megvásárlásában segítkezés. Tehát nem feltétlenül, baráti körben mondjuk nem feltétlenül azt mondom, hogy a barátok fizessenek egymásnak. Oké, az nem így van. De hogy a kaját ugye nyilván a játékosok hozzák, 2, azért ezek a könyvek nagyon drágák. Tehát, hogyha valaki mondjuk szeretne egy új karaktert, akkor oké, offline, tehát hogy mondjuk digitális formában nem feltétlenül olyan vészes. Hogyha mondjuk csak egy új fajt szeretne, tehát az mondjuk egy ilyen $5-ból meg lehet. De szóval értitek, szóval, hogy azért így... Ez iszonyatosan durva a mesélő részére. Online előfizetések, ha jut oda egy csapat. Hát nyilván ebben benne van az is, hogy online játszanak-e, nem. Én gondolkoztam egyébként azon, hogy... Hát, amin őszintén szólva gondolkoztam, az az, hogy mennyire cool lenne ilyen iskolanapokra, vagy ilyesmire, valahogy úgy kitalálni egy D&D kalandot, hogy elegendő élmény legyen, hogy egy ember így megismerje a D&D-t, de közben lehessen valamennyire rotálni a gyerekeket, tehát hogy ne csak 5 ember játszon egész nap, nyilvánvalóan. Tehát úgy, hogy mondjuk nem tudom, előre készít. Hát egy one shot, de hogy a one shot maga is lehet nagyon hosszú. De hogy tényleg valahogy úgy megcsinálni a dolgot, misklik, plankek, 5 plank, no, hell no, 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 thank you, no. Nem akarok leszakadni a plankek alatt. Na, ezért nagyon nehéz szállítani a plankeket. Tehát, hogy inkább arra gondolok, hogy mondjuk ilyen 1 órás turnusokra, haló, látom a szöget, vedd fel a szöget. Oké, köszönöm. 1 órás turnusokra elosztani valahogy a dolgot, vagy szóval értitek, ilyesmire gondoltam igazából. De hogyha belegondoltok mondjuk egy iskolanapon, nem tudom, hogy milyen, tehát hogy őszintén szólva nem tudom, hogy mondjuk egy iskolanapon, vagy például tudom, hogy az, ahol én jártam suliba, ők a diáknapot így nagyon komolyan vették, és ilyen programok, meg mit tudom én, és azt simán el tudnám képzelni, hogy csináljunk egy one-shotot, megcsináljuk előre a karaktereket hozzá, tehát mit tudom én, 5 vagy 6, mondjuk 6 fős játék, vagy mondjuk nyilván a tapasztalat lehet, hogy felülírná azt a 6 főt, tehát mondjuk 5 4-5-6 fő, és akkor valahogy azt úgy játszatni, hogy jönnek srácok, aki lejátszotta, a helyet jelent a következő adag. Az a kérdés, hogy mondjuk egyetem vajon lenne ilyenre igény egy ilyen egy iskolában, értitek? És nyilván közben hozzá kell tenni ezt is, hogy ez a mesélőnek meg mentálisan elég kemény lehet egyébként, hogy nyilvánvalóan miközben rendet próbál tartani, mondjuk egy nap alatt elmesélje, mondjuk 4-szer ugyanazt a kalandot. Szóval ez a kérdés, hogy nem tudom, de közben az is benne van amúgy, hogy egyáltalán nem vagyok ám benne biztos, hogy ugyanabba a scale-be kell gondolkoznom, mint ahogy én ilyenekbe szoktam gondolni. Oké, nem érkezett ezzel kapcsolatban megkeresés, értitek? Tehát nem az van, hogy felhívatta volt iskolám, hogy haló, szeretnénk ilyen programot talált ki, hogy lehet. De hogy szerintem közben ez tök izgi lenne, nem? Sikerül Vikit és Huntert elcsábítani a multizombizásra? Nem, és nem is akarom őket feltétlenül nagyon pusholni. Viki ő mondta, hogy ő azért játszik már, vagy nézi annyit ezeket a streameket, hogy egyszer lehet, hogy ő is kipróbálná, de én nem vagyok benne 100%-ig biztos, hogy úgy igazán élvezné, tehát hogy azért ő sokkal jobban szereti az ennél ilyen feel-goodabb játékokat, tudjátok, azokat a játékokat, amik így. Szóval ez a játék, ez nagyon erősen büntet azért. Tehát, hogy azért azt nem szabad elfelejteni, hogy ez a játék nagyon-nagyon erősen... Mi volt ez a csípőmozgás kalapálás közben? Nem tudom. Amik adnak sikerélményt? Nem, én nem így határoznám meg, mert szerintem siker... Tehát ha ez lenne a fókusz, akkor a nehéz játékok szerintem sokkal több sikerélményt adnak. Tehát nekem személy szerint ez az álláspontom a dologgal kapcsolatban. Van rajta valami. De nem találom. Jó, mindegy. Prime Gaming mennyire éri meg? Nekem halvány elképzelésem sincs. Őszintén szóval nem is tudom pontosan most mi van benne. Sorry. Azt tudom mondani egyébként, hogy a Microsoftnak az előfizetős dolgai, vagy előfizetős cucca, az nagyon király. Tehát, hogy az nagyon-nagyon durva. Szia Joey, mi a helyzet? Tényleg Joey, te mikor ja nem, az még nem ott tartunk, hogy mikor kezdesz. Tudunk már valamit, hogy sikerült-e? Szóval, hogy az van, hogy ja, nyilván fun lenne együtt játszani, de nem vagyok benne biztos közben, hogy értitek, tehát, hogy ők így ilyen játékot keresnek egyébként épp az életükbe. Tehát, hogy én így... Na. Egyébként ez megvan, hogy a következő szint felét is összeszedtük gyakorlatilag ebben a házban, úgyhogy közben az előző szint felét is ebből a házból szedtük össze, szóval... Szóval ez egyáltalán nem annyira rossz. Ezek mind nem kellenek. Ez viszont kell. Hozzá kell tenni azt is egyébként, hogy nagyon-nagyon jók vagyunk már. Tehát, hogy ez a szint is már tök jó az asztalosságból. Ami azt jelenti, hogy valószínűleg nagyon magas a sikerarányunk. Múltkor elküldtem a szint, tegnap hívtak, hogy szeretnének velem személyesen is találkozni, szóval szerdán 9:30 megyek. Nagyon menő. Nagyon-nagyon menő. Elméletek ma derül ki, hogy Asszonypajtás öccsét felveszik-e arra a helyre, ahova szeretne menni. Illetve összeszedtem a bátorságomat, és úgy döntöttem, hogy ma elmegyek a bicikli szervizbe. Beszélgetni a bicikli szervizzel kapcsolatos álmaimról és vágyaimról. Mármint, hogy igazából biciklivásárlással kapcsolatos álmaimról és vágyaimról. Milyen jellegű munkakör? Egy bringa szerviz amúgy. A webshopról kappa? Nem, arról, hogy legyen kerékpárom új. Mert nyilvánvalóan egy embernek... Van egy ilyen póló egyébként, gondolkoztam rajta, hogy majd be kell szereznem, hogy a, tudjátok, a megfelelő mennyiségű kerékpár, az N+1, ahol az N mindig az aktuális kerékpárok száma. Mennyi hely van ebben a verdában? Hozhatnánk egy pár planket? Eladod neki is a kávézós bringa szervizt? Nem. Bár egyébként hozzá kell tenni, hogy az a bicikli szerviz, ahol dolgoztam, annak az a ház, ahol az volt, az most eladó. Halvány elképzelésem sincs amúgy, hogy ez így a gyakorlatban mit és hogyan jelez és takar. 112/84. Ez inkább 84/112, igen. Az a kocsinak a pakolhatósága. Ennyi volt? Ez volt az utolsó kajám? Oh, wow. Szóval, hogy őszinte legyek, elgondolkoztam azon is, hogy megkérdezem, hogy mennyire adják a házat, összekaparjuk a pénzt, megvesszük, és nyitok egy bicikli szervizt. Mármint ott, ahol... Szóval értitek, ez minden kérdés, minden tekintetben egy kicsit aggasztó gondolat. Miért van ilyen átok meleg? Nyilván nem tudjuk megvenni, meg egyébként nem feltétlenül olyan a ház, amilyet vennénk, ha tudnánk venni házat. Szóval értitek? De mostanában megint eszembe jutott az, hogy elképzelésem sincs, hogy vajon meg lehet-e élni egy bicikli szervizes munkából, de hogy én közben olyan szívesen szerelnék bicikliket munkahelyen. Vagy hát munkaként. Hello! Most látszok, veletek mi van? Nagyon szép az az autó, de nem ennyire. Ó, egy digitális karóra. Na hát... Értitek, ha 10 XP, akkor is legalább 10 XP. Ott volt egy fülhallgató valahol. Bicó szerviz webshop háttérrel. Szereled a biciklit és streameled. Azért ez mennyire egy lit dolog. Miért van az az emlékem, hogy ennél az autónál mi már voltunk? Voltunk mi már ennél? Lootoltuk mi már ezeket a házakat? Szerintem lehet, hogy lootoltuk ezeket a házakat, srácok, csak elfelejtettem jelölni a térképen. Ha ezeket a házakat lootoltuk már, csak nem jelöltem a térképen, az baj. Halló? Aha. Lootoltuk már ezeket a házakat. Át van rakva minden... Ó, lootoltuk már ezeket a házakat. A garást is lootoltuk. Ez is propén torcs kell. Hát ki az Isten akar propén torcsot használni? Mindegy, ágyak biztos, hogy maradtak. Az éjjelhalás, az megértitek egy vele. Alja, ezeket a házakat lootoltuk már. Oh, would you look at that ágy? Ó, egy blue pen. És akkor tudnánk jegyzetelni kéken is. Illetve egy Word Search magazin, mert azzal majd kirángatjuk magunkat a depresszióból. De és pont annyira lehet bicikliszerés közben beszélni. Jó, de hogyha érted, van egy bicikliszervized, akkor bejönnek emberek. Szóval azt úgy nem... Azt nem lehet csak úgy streamelni, az nem úgy működik. Képzeljétek el tegnap, ezt nem is tudom, hogy meséltem el a streamben, szóval akik itt voltak tegnap a streamben, azok tudják, hogy beszélgettünk arról, hogy valamikor majd ki kéne próbálni az Elden Ringet. Tehát arról, hogy most megvárjuk, ameddig mindenki megnyugszik, ameddig kijátszák az emberek, és amikor majd értitek, nem tudom, nem ilyen elképesztően kompetitív az Elden Ring, hiszen akkor csak így egy fanstream keretén belül ki lehetne próbálni a dolgot. És pont itt tartózkodott a magyar forgalmazó képviselője, aki egyébként, tehát akivel én levelezni szoktam arról, hogy milyen játékhoz kérek kulcsot, ami náluk van, milyen játékhoz nem. És mire a végére értünk a streamnek, addigra már a levelező ládámban állt az Elden Ring kulcs. Úgyhogy azt hiszem, lesz valamikor Elden Ring stream majd. Nem minden szerelést azonnal csinálsz meg, olyan szerelést, ami zárás után van, azt lehet nyomatni. Igen, azt abszolút lehet egyébként. Hívd be rá Újvit is, ő sokat tud majd szupportálni, és úgy talán nagyobb fun. Nekem oké, egyébként. Nem tudom, hogy van-e benne így kop. Gondolom, akkor van ezek szerint, ha te ezt így ajánlod. Szétszedjük a kis lámpákat is, meg a mindent, viszont el kell mennünk... valahol el kell mennünk másik házba kajáért. Tehát ez így nem lesz oké, hogy nincs kajánk. Ja, beszeretném fejezni a level 8 Carpentry-t mindenképpen, és valószínűleg a többit azt majd streamen kívül, mert az ugye először is könyv kell, ami nincs nálam. Úgy jöttem el egyébként, hogy a izét hoztam. Hogy áll az elektrikálunk? Oké, ez legalább nem sokára kész van. Szóval úgy jöttem el egyébként lúton, hogy hoztam magammal a könyvet, hogy amikor elértem a 6-os, tehát befejeztem a 6-os szintet, akkor leültem és elolvastam a könyvet egy vadidegen házban. Oké, van-e itt még ágy? Ágyabágy. Hoppá! Mit nem talál az ember? Meg ezek a kétajtós szekrények is egész jók egyébként. Nem tudom, miért döntöttek úgy a játékfejlesztői, hogy ezek lesznek, ezek azok, amik adják az XP-t. Halvány elképzelésem sincs, hogy ez így nem tudom honnan jött. De értitek, van XP. Na, és akkor 5673, ami azt jelenti, hogy planket vettem fel véletlenül. Éreztem én, hogy azzal baj lesz. Illetve megvan a backup terv egyébként mostanra, hogyha az a... Hogyha a biciklis szervizben nem találunk olyan biciklit, ami árkategóriában az a kategória lenne, amit én így értitek, így szeretnék, akkor őszintén szólva ki van nézve a Decathlonba. Azt nem tudom, hogy most épp kapható-e, mert hogy értek, van-e raktáron ténylegesen, de ott kinéztem. Halló! Dobáld le őket, aztán kap szét azt a nyavajász szekrényt. Ez egy hülye gondolat egyébként, hogy most még mindig ezt csinálom, mert egyre fáradtabbak vagyunk. Miért nem raktoksz el? Általában jobban megéri. Evel teljesen egyetértek egyébként, és én eddig építettem is a bicajaimat nagyon régóta. Tehát úgy értem, hogy építettem a bringáimat 8-os korom óta. De hogy őszinte legyek, jelenleg nem vagyok benne biztos, hogy jobban megérné, mármint abban biztos vagyok, hogy jobb lenne a végeredmény. Abban nem vagyok biztos, hogy tudnám tartani a költségvetést. Tehát, hogy nem szállna el valahol, tudod, ilyen kis tételekben, hogy csak egy picit drágább, de sokkal jobb. Szóval, hogy nagyon, nagyon félek attól, hogy én erre nagyon kapható vagyok, nagyon hajlamos vagyok erre. Hogyha mit tudom én, alkatrészeket nézek, és akkor oké, itt van 10-ért ez, de ott van 15-ér az, és sokkal jobb, és akkor nyilván azt hiszem. Szóval félek, hogy összességében lényegesen drágább lenne, mint amennyit szánok rá, és nem, valószínűleg árérték arányban, érted, nem, tehát, hogy hogy jobb is lenne a végeredmény, de hogy közben mégiscsak. A másik, hogy jelenleg nincs nagyon idő. Tehát, hogy jelenleg ez a helyzet, hogy nemes egyszerűséggel nincsen nagyon időm. És ugye abból adódóan, hogy nincsen nagyon időm, valószínűleg nagyon-nagyon nyögvenyelős lenne az a folyamat. Én emlékszem, hogy építettem bicikliket annó. Az a folyamat megfelelő mennyiségű időn, de hogy értitek, gimnazista voltam, meg mit tudom én, általános iskola után nyáron. Az a folyamat, az most jelenleg nem férne bele. Ebben viszonylag biztos vagyok. Hogy az biztos, hogy nem fér bele időben. Az, hogy mennyi kutakodással jár a dolog, mennyi utánajárással jár a dolog, mennyi tényleges fizikai járkálással jár a dolog, most ez nem adja ki annyira, és nem tudom, hogy mikorra lenne kész. Valószínűleg valaha kész lenne, tehát hogy biztos vagyok benne, hogy egyszer kész lenne, de nem vagyok benne 100%-ig biztos, hogy ez az egyszer, az egy olyan racionális határon belül van. Azt nem tudom, hogy ők honnan kerültek ide. Szóval, hogy ez egy olyan racionális időn belül van, amit most jelenleg meg tudok engedni magamnak. Jaj, az van egyébként, hogy most két opció van előttünk. Az egyik, hogy megpróbálunk még hazafele lootolni kaját. A másik, hogy egyszerűen hazamegyünk. Valószínűleg haza kéne mennünk. Elkezdtek egyébként, nem tudom, látjátok-e, de hogy elkezdtek amortizálódni az ingatlanok. Ja, valószínűleg ezt fogjuk csinálni, egyszerűen hazamegyünk. Fáradtak is vagyunk, és éhesek is vagyunk. És olyan mínuszokkal... Szóval, hogy olyan mínuszokkal kéne zombikat ölnünk, ami nem biztos, hogy megéri. Szia, Beth! Nem erre akartam menni egyébként, csak a másik irányba sok a zombi. Jó. Szerintem menjünk a retekbe innen. Nem tudom pontosan, hol kell kihajtani egyébként a... Na, az ott valószínűleg nem volt annyira jó gondolat. Az autópályán szeretnék hazamenni egyébként, azt keresem jelenleg. Oké, megvan. Oké, szóval ezért nem sajátot építek. Egyébként őszinte leszek, nagyon gondolkoztam rajta. Ó, ez itt elég nyugodt. Szóval őszinte leszek, nagyon-nagyon gondolkoztam rajta, hogy sajátot kéne, mert nagyon-nagyon, tényleg nagyon-nagyon szeretek foglalkozni ezzel. De ez most nem az az időszak. Most sokkal jobban járok azzal, ha csak... Ha csak van egy bicikli. És aztán majd a későbbiekben agyalhatunk a dolgokon. Oh boy! Nem mondod! Kiégek teljesen, hihetetlen. Olyan szinten béna vagyok, hogy ez valami elképesztő. Annyira nem kellett volna itt megállnom. És ráadásul csak az ajtó után... Ah, Istenem. Aj, kezdhetem megint a nyomajás Carpentryt az elejéről. Nem baj. Én lettem túl bátor egyébként. És ráadásul tényleg csak kinézett a karakterem, azt azonnal ráharapott a kezére. Jaj. Tényleg gyorsan kéne csinálni egy lépcsőt a tetőre. Mekkora ötlet egyébként. Hazamegyünk, gyorsan csinálunk egy lépcsőt a tetőre, és gyorsan lerakunk egy pár ilyen vízgyűjtőt. Hoppá! Ameddig nem tudom, ameddig még élünk. Az, hogy ezek itt miért lettek ennyien, az egy másik kérdés. És aztán be kéne zárnunk magunkat valahova, és aztán meghalni. Jó, most igazából nem looter voltunk. Aj, nem csinálja egyébként rosszul feltétlenül. Gigel, hogy... értitek, hogy nem tud fertőződni. Annyira, tényleg annyira egyszerű, egyetlen egy rossz mozdulattal. Szia, Godembermaid Official. Annyira egyszerű, egyetlen egy rossz mozdulat, és meghalunk. Hogy kikapcsolja a zombifikációt? Igen. Lehet ez lesz a szerencsés 1%. Én úgy tudom, hogy már nincs ilyen a játékban. Valaki azt írta, hogy ilyen már nincsen egyébként. Olyan sok szép Carpentryt összeszedtem már egyébként. Olyan sok-sok szép Carpentryt. Haragszom magamra egyébként. Sebb már infected, az nem baj feltétlenül. Az nem az az infected, az nem azt jelenti. Akkor most mi értelme van várni? Szeretnénk megcsinálni dolgokat még. Ennyi igazából. Az az infected az azt jelenti, hogy konkrétan mint seb elfertőződött. Nem, hogy... nem, hogy a zombi fertőzést elkapta. De biztos, hogy elkapta, tehát azzal nincsen semmi baj. Mármint, hogy az teljesen egyértelmű. Ó! Oh! Hát ez nem az én napom, srácok. Semmi baj. Legalább csináljunk alapos munkát. Tehát, hogy így... Hogy megy játék? Fantasztikusan. Gyakorlatilag 2 harapással kezdtük a dolgot. Jó. Fantasztikusan megy a játék. Oh god. Most ettől egy kicsit frusztrált lettem egyébként. De nem kéne amúgy, mert abszolút az én hibám volt, tehát nem volt ezzel igazából baj. Abszolút, mert úgy volt az én hibám, hogy tudtam, hogy azt, amit csinálok, azt nem kéne csinálni. És értitek, az akkor mindegy. Pedig szinte biztos voltam benne, hogy tőled a streamet, az a baj, hogy te is, én is, de ez ilyen abszolút ilyen elbíztam magam jellegű dolog volt. Oké, hova építjük azt a lépcsőt? Építsük ide a lépcsőt. Mi kell ahhoz, hogy építsünk lépcsőt? Carpentry... Stairs. 25 és 15 szög. Jó, a carpentrink elegendő. Lépcsőn nem tudnak felmenni a zombik, de az olyan, igen. Fel tudnak menni, igen. De most hirtelen ez az, amit össze fogunk tudni szedni. Egy darab plank. 85 darab szög. Honnan a retekből szerzek még egy halom planket? Szóval, hogy hiába tudnak felmenni a lépcsőn, az szerintem nem feltétlenül jelent problémát azonnal, mert... Oké, zárjuk azért be. És aztán le kéne raknunk az összes cuccunkat egyébként, az lenne a legjobb, ha úgy tudnánk meghalni, hogy... Menni fog, hidd el. Hát egyébként jelentheti szerintem. Tehát hogy az, hogy fel tudnak menni, az jelentheti is akár azt, hogy fel is mennek ténylegesen. De hogy szerintem akkor is jobban járunk, ha fel tudunk jutni, mint ha nem tudunk feljutni. Tehát hogy értitek, mire gondolok. És aztán pedig kitaláljuk, hogy mi a következő lépésünk. Oké, az még 4. Mennyi plank van ott? Nem mondod, hogy egyetlen egy planket sem tudsz már. Hát igazából a carpentry skillünk az egyetlen, amit sajnálok, és alapvetően nem annyira nehéz felhúzni, azt sem. 12 van ott. Ha nálunk van még 6 plusz 6... Ráadásul az 5, az még 11, akkor az nem elegendő. Erre a mapra visszatérés az azt jelenti, hogy az aktuális státusz marad. Igen. Tehát, hogy akkor már nincs víz, akkor már nincs tévé. Végül is nem teszi könnyebbé. Hát, de szerintem sokkal könnyebbé teszi azért. Tehát nekem, én úgy gondolom, hogy sokkal könnyebbé teszi azért. Főleg, hogy szépen lassan tudjuk elkerülni azokat a dolgokat, amik miatt ez ugye egy igazán nehéz... Tehát, hogy Másodszorra felhúzni ugyanarra a szintre a Carpentry-t, az végül is még egyelőre egyszerű. Igazad lehet annyiba, hogy azért nem teszi feltétlenül könnyebbé, mert ha például a közelben lévő hotelt kitakarítottam volna, és ott mindent szétszedtem volna, akkor ugye egyre messzebb kell menni azért, hogy XP-t gyűjtsünk. Tehát, hogy ilyen tekintetben teljesen igazad van. Az mindenképpen kell, haver. Oké, 23 plank. Oké, vízgyűjtőt szerintem nem fogunk tudni építeni sajnos. Tehát ugye egy csomó minden nehéz dolgot skippel az elején. Én inkább azt mondanám, én azt érzem inkább talán a pontosnak, hogy mások lesznek a nehézségek. Van nekünk még szerintetek valahol plankünk? Valahol biztos van egyébként, csak... Fene se tudja, hogy hol. Van baltád, meg fűrészed, ott van melletted az erdő. Egyszerűbbnek tűnik nekem az, amit eddig csinált. Ó, tudom. Talán. Egyszerűbbnek tűnik nekem az, amit eddig csináltunk. Mert ugye limitált az időnk. De hogy közben lehet, hogy sokkal gyorsabban tudjuk megcsinálni amúgy. Szóval abban igazad lehet. Szóval azt nem tudom, hogy ez mennyire gyors. Oké, ezek bizony plankek. Mondjuk annyira nem sok, hogy tudjunk nagyon jó vízgyűjtőt is építeni, de megcsináljuk a lépcsőt, és aztán kitaláljuk. Aj, béna vagyok, srácok! Ez van. Ez a helyzet. Annyira éreztem, hogy csak el kéne gurulni, haza kéne jönni, nagyon fáradt volt a karakterünk, nem kéne ott elkezdeni harcolni. Halvány elképzelésem sincs, mit csinál ennyi ideig. Meghalunk? Meghalunk bizony. Közben Dave hív telefonon. Miért hív Dave telefonon? Mr. Dave, stream van! Nincs a közelben egy konténer tele plankkel? Azt elhoztuk már. Oké, carpentry... Stairs... Oké, ez egy lépcső, ezen fel és lejönni is halálos. Oké, hát itt aztán maradt egy pár plank, mi az Isten? Oké, akkor viszont az lehet jó. Wooden floor. Let the body sit. Nagyon parázak ezen a lépcsőn, holy. Oké, valaki tud nagyon gyorsan segíteni, hogy ez hogy működik? Alátámasztás kell neki? Abban nem vagyok 100%-ig biztos. Szerintem nincs nálunk a nyersanyag. Jaja, nincs, nem volt nálunk a nyersanyag. Neked is jó reggel, Flóra! Carpentry. Nem, nem. Oké. Okay. Nagyon jó. So far so good. Feljutottunk, srácok, a tetőre. Jaj, ne ütögessed már, az ég áldjon meg. Hát ez örökké fog tartani. Nagyszerű. Hát erre pont volt időnk. Oké. Akkor mink van még? Van chipsünk. Bugos volt a zombi? Nem, 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 nagyon rosszul van a karakter. És mikor nagyon rosszul van, akkor rosszabb a harc képessége, abszolút. Oké, okay, a jól lakás rész megvan, elmegyünk gyorsan aludni egyet. Biztos vagyok benne, hogy ez még belefér. Nem alszunk nagyon nagyot. Nem tudunk aludni. Beveszünk egy fájdalomcsillapítót. Oké, okay, még mindig nem tudunk aludni sajnos. Beveszünk még egy fájdalomcsillapítót, így működik ez vajon? Abszolút így működik. Hogy máshogy működne, srácok? Hova gondoltatok? Nem csinálom még nagyon-nagyon régóta egyébként. Úgyhogy még van esélyünk, hogy egy pár vízgyűjtőt is össze tudjunk rakni. Az volt a terv, hogy majd nagyon jól kiszámolom, hogy hova vertök. Egy blokk, két blokk az ajtótól. Oké, ha oda... Oké, jó. Mert ugye szeretném majd bekötni utána. Hol tartom a kukászsákjainkat? Nem azért gyűjtöttem belőlük egy csomót, hogy aztán ne legyen meg, amikor szükség lenne rá. Márpedig. Ah, not gonna lie. Ez nem egy nagyon jól rendezett tároló dolog. Oké, itt vannak. Ezt akkor összeszedem. Elmegyünk gyorsan inni, mert nyilvánvalóan attól még szomjasak vagyunk, mert mindjárt meghalunk. Oké, az most tiszta. Fú, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon figyelni kell azon a lépcsőn. Biztos vagyok benne, hogy egyszer le fogok esni. Oké, akkor az első körben felvisszük az összes nyavajás zsákunkat. Oké, mondjuk letesszük, tök mindegy. No, hagyd ezt abba, nagyon gyorsan. Misklik. Milyen átkozott gyorsan ment, haver? Életedben nem pakoltál még ilyen gyorsan, mint ezeket a cuccokat le a földre. Az ég áldjon meg téged is. Szóval, ezt szeretném, ha leraknád a földre. Nagyon jó. Futás! De majd csinálunk valami korlátot, vagy ilyesmit, értitek? Ki akar meghalni ezért? Egy zombi apokalipszis kellős közepén. Okay. Nincs időm sajnos most megnézni azt, hogy mi és hogyan működne a legjobban. Úgyhogy most nagyon-nagyon gyorsan megpróbálom. Igen, meg lett harapva sajnos a karakter. Ez történt. Benéztem, egy ajtófélfát kiléptem, a mögött álló zombi megharapott azonnal. Ja igen, aztán megharapott még egy zombi, pontosan ugyanilyen körülmények között egyébként. Szedd már össze azokat a plönkeket, csak vágd a hónod alá, hát nincs nekünk erre időnk. Tudni kéne, hova kéne raknom, ugye? Jó, mindegy. Majd kiszámoljuk később. Ez egy ilyen organikusan alakuló bázis, srácok. Korakovi karakterre más nem fog csinálni az első napokban, csak enni, aludni és olvasni a Carpentry könyvet? Hát enni, aludni, olvasni a Carpentry... Ebben sem vagyok biztos egyébként, hogy ez így működik, de ha jól tudom, akkor ha bekötünk egy víztározót... Akkor azzal bekötésre kerülnek a mellette lévő víztározók is. De egyáltalán nem vagyok benne biztos. Ó, oh, wow, mennyi zsák. Milyen praktikus, hogy ezeket egyesével lehet összeszedni. Ó, nem kell, oké. Okay. Ha megharapnak, akkor ez nem game over? De, csak nem gyorsan. Ja, izére gondolsz? A pályára? Nem. A pálya maga nem feltétlenül lesz game over, mert... Szóval ennek utána akartam nézni. A pálya nem lesz, mert bejátsz egy új karakterrel egyébként. Oké, okay, azt hiszem, megépítettünk mindent, amit tudtunk hirtelen. Hoppá. Ez lesz a tökéletes helyszín. Nem hoztam egy darab plánket se haza, ugye? Nem. Szóval kezdhetünk egy új karakterrel, ugyanúgy ebben a régióban. Ha elharcoljuk magunkat újra ehhez a bázishoz, akkor alapvetően, érted? Tehát, hogy akkor felvehetjük azt, ami ezzel a karakterrel volt. A különbség az az, hogy elveszítjük az összes skillünket, amit a mi esetünkben a short és a long blunt fegyverek, amik szerintem számítanak, az elektrikál leveleink és a carpentrink. Nyilván van a carpentry a leghúzósabb, és már ez is egy új karakter, igen, ez is egy új karakter. Úgy döntöttem, hogy soha életemben nem fogjuk befejezni ezt a játékot, hogyha... De hogy soha életemben nem fogunk eljutni magasabb szintre erre a játékra, mindig teljesen nulláról kezdem. És most egyébként sokkal jobban állunk a karakterváltáshoz, mint... biztos vagyok benne egyébként, hogy nagyon szívesen csinálnék hardcore-t is ebben. Na, mindegy. Szóval sokkal jobban állunk a karakterváltáshoz, mint a múltkor álltunk. Most már csak esőre lenne szükségünk, nyilván. Értitek? Azt, hogy mikor esik, azt majd a videójáték megmondja. Illetve még egy dolog, ami kérdés volt az előbb, de ne haragudjatok, nem tudtam nézni, hogy valaki válaszolt rá, hogy ezt jól... Valami csak futólag hallottam valami videóban sem, és lehet, hogy nem jól. Hogy azt jól értem, hogyha bekötjük a középső víztározót fent, akkor azzal automatikusan bekötésre kerülnek a mellette lévő víztározók is. Murphy törvényben van már esőgyűjtőt, soha nem fog esni az eső. Ja. Szóval azért szerettem volna az esőtárolókat az emeletre tenni, hogy be tudjam kötni a csaptelepet alá. Be lehet kötni a víztározót a ház hálózatába? Nem, per se. Azt lehet csinálni, hogyha van egy csapteleped, amit beraksz fönt a víz, abból amúgy szennyezett víz jön. Lehet, hogy ezt update-elték. De régen az volt, tehát ez egy tutorial videóban benne volt, hogy a csapon akkor fertőtlenítés nélkül is jön tiszta víz. De ez egy bugnak tűnik nekem, szóval... Szóval alapvetően el tudom képzelni, hogy kijavították azóta. Ha szennyezett víz jön, az sem baj, mert akkor egyszerűen forraljuk. Tehát, hogy az nem egy nagy cucc. Ugye elektromos generátorunk az van rengeteg. Meg üzemanyag hozzáférésünk. Tehát üzemanyag hozzáférés, elektromos generátor, ilyesmik, azok vannak már bőven. Ezek könyvek. Van még nekünk üres ládánk? Nyilván nincs. Akkor semmi baj. Ó, nézzétek, egy üres láda. I have you covered. Csap meg szűri, csak amiatt van értelme bekötni. Baszabi, nagyon szépen köszönöm a 8 hónapot. Nagyon király vagy, köszönöm szépen. Transfer all. Harapás, ez minden esetben végleges a karakterednek, vagy a későbbiekben lehetett volna valami megoldást találni erre? Én úgy tudom, javítsatok ki, a tévedek, de hogy én úgy tudom személy szerint, hogy a harapás minden esetben végleges a karakterednek. Esik az eső. Majd nem tudom, felmosunk. Valamit biztos lehet csinálni a vérrel egyébként. Még sose próbáltam, de biztos lehet csinálni valamit. Most már nem cseréltem kötést. Most már nem tervezek kötést cserélni. Kicsit itt még kitakarítok, utána bemegyek egy zárható szobába. Leveszem a kötéseket. Mi lehet, hogy egyébként meggyógyul, de hogy attól függetlenül zombik leszünk már. Google keresés, hogyan mossam fel a vért a garázsban. Voltak már videójátékok miatt nagyon-nagyon fura kereséseim egyébként. Voltak már. Sőt, pont a Project Zomboidban az a könyvesbolt, amit kirédeltünk a megfelelő könyvekért, annak az volt a neve, hogy Naked Bookstore, ami... Értitek? Önmagában is abszolút kérdéses. Nem tudom pontosan, hogy mi bajom van a karakteremmel egyébként. De nem is ez a lényeg. Igen, az a dude legalább jó helyen halt meg. Felkészülünk a legrosszabbra, jó? Most meg fogunk halni. Az a helyzet, hogy most már senki nem kérhet rajtunk számon semmit. Ó, viszont nagyon örülök ennek az esőnek egyébként. El nem tudom nektek mondani, hogy mennyire örülök ennek az esőnek. Sajnos azt nem tudom, hogy mi kell ahhoz, hogy összekössem a dolgokat, de hogy legalább el tudunk rajta kezdeni dolgozni. Tele lesznek a víztározóink. Vikin így van. Rain collector barrel can supply water to up to 8 plumbable entities such as sinks, showers, baths on the floor below it, providing they are situated directly under the tiles around the water barrel. Anything placed directly underneath the barrel will not be plumbable. Az baj. De közben ez jó is, mert akkor nem ez volt az ideális elhelyezési forma, de mindegy, nem ez a lényeg. Mennyire viccesenek közben kiderülne, hogy meggyógyul a karakterünk. Igen, tehát, hogy akkor nem ideális elhelyezésbe tettem, viszont akkor, ha bekötjük, akkor szerintem be lesz kötve mindegyikbe, mert ha egyik alatt sem lesz közvetlenül, akkor be lesz kötve mindegyikbe. Azt hiszem, kezd elfogyni a lendületünk, srácok. Szóval ki kell majd találnunk, hogy akkor hova, tehát akkor nem ilyen plusz jelbe kellett volna tennem, hanem simán rakattam volna máshogy, mindegy, én most hirtelen kapkodva nyilván ez volt a legjobb... amit tudtunk csinálni. Pápá karakter. Fantasztikus. El akarja valaki nevezni a következő karakterünket? Amúgy. Mi lesz, ha magadnál hagysz egy korpszot, amíg meghalsz? Szerintem lesz az inventóriában egy korpsz, amikor meghalok. Nem gondolna... Miért fölfele megy a HP-d? Ne fölfele menjen már! Ó, nyilván az elnevezés mellett a továbbiakban is csatornaponthoz kötött. Miért ment le vajon a feléig a sebzé damage, és aztán miért állt meg? Jó, megyünk, harcolunk. Most már úgy sincs rajta semmi, amit össze kéne szednünk. Ó, félig meg is van telve mindegyik. Nyilván, mert föntről egyenletesen esik. Na, szóval akkor valószínűleg azt a borát, azt oda kellett volna rakni. Oké, ha kiszedünk belőle a vizet, akkor át lehet rakni. Így, talán így elég kemény lett volna átrakni. Ó, nem lett semmi különösebb bajom egyébként belőle. Na gyere ide, haver! Ja, nem sietünk sehova. Oh no! Megmozdultam véletlenül. Lezárjam a predit közben? Aha, lezárhatod a predit, Tomi. Sajnos ez a dupla bitán, ez ha véletlenül lenne egy bitánből is esélye arra, hogy ne, akkor az már nem lenne. Elnézést mindenkitől, srácok. Sajnos ebben a játékban ez így előfordul. Bocsánat, de kiváltlanul. Ó, ne haragudj! Legyen a neve Erik. Igenis! Erik itt is. Erik lesz a neve, uram. Egyébként Csiki tehet az egészről, csak mondom. Csiki tehet az egészről, srácok. Lehet szépíteni a dolgokat, de minek? Csiki a hibás. Nem volt itt egy halom zombi, amikor jöttünk haza? Ott van egy. Hé, te ott! Jó, ez pont egy süket zombi. Atlasz közben. Én nem fogok vitatkozni, végre nem rám jön a bullying. Tudni fogjuk, mennyi az idő. Ilyenkor random, mikor hal meg? Szerintem inkább az a fontos, hogy amikor meghal, akkor zombi lesz belőle. De valamikor szerintem be fog ütni. Meg ugye egyre rosszabbul érzi magát, valószínűleg el fog kezdeni. Érted, egyre jobban el fog kezdeni. Szia, user! Hát de... Hát de viccelsz velem, videójáték? Hát ne szórakozzunk már egymással. Ez a leglehangolóbb halálmód, ami elképzelhető, az, hogy gyakorlatilag kódorogsz. Égtelen, fáradtan. Jó, tudod mit? I don't care. Sleep on ground. Yes. Jó, persze, él túl ezt is. Nyilvánvalóan egyébként soha máskor nem élnénk túl azt, hogy csak úgy. Ó, onnan kiszedtem egyébként az összes asztalt. Lebontottam mindet. Amikor meg kéne halni, életben tart, ha nem akarsz meghalni, of course megöl a videójáték. Egyébként tényleg ez a helyzet. Tehát, hogy mondjuk egy idő után elkezdesz a kaja miatt is elkezd csökkenni a HP-d. Valószínűleg a fáradtságtól is. Hát a feleslegessel vitatkozhatunk, de milyen, de értem a gondolatod. Azt hiszem kb. 2 nap a vírus halál. Kukucskálunk ide hányza... Hello! Let the battle begin. Hívhatjuk ezt egyáltalán battle-nek? Én is tudok harapni! Oké, szóval 12 nap, 19 óra. Nem, még csak ez game mode builder. Nonsense. Nonsense az egész. Nem. No sleepyhead. Slow reader, aztán a viszontlátásra. Ennek több köze volt az etetéshez, mint a harchoz. Körülményekhez képest megtettük, amit tudtunk. Józsi, aki... Elgondolkoztam, hogy melyik név melyik. Aki Erik egyébként. Erik. Na, hol vagyunk? Ó, hát milyen közel vagyunk. Mennyire praktikus is ez. Nagyszerű. Nézzük, mit találtunk a hűtőben. Ó, yes, az mind rohadt. Ó, paprika meg só, meg mac and cheese, ami ráadásul azt hiszem ehető azonnal. Nagyon-nagyon erős, nagyon-nagyon erős. Prediction time! Tomi, csinálsz egy prediction-t? Túléli ez a karakter. What is that? Empty jar. Ilyen cuccaink vannak, nem? Psz, mindegy, elvisszük persze. Ha nem terheljük túl magunkat, akkor elvisszük az összes konyhai cuccot. Ó, egy egész konzerv. Elkényeztetsz videójáték. Egyig vagyunk? Ó, igen, egyig vagyunk. Igen. Egyig túléljük a dolgokat. Ezeket viszem, ezek tök jó olvasnivalók. Ezekre nincsen semmi szükség. Az ott micsoda? Azok ollók, cérnák. Fú, ez jó. Suwinkitet visszük. Az ollót visszük. Threadet visszük. És ha őszinte legyek, az zoknikat is visszük. Sose tudhatja az ember, mikor kell egy pár zokni. Ó, a rádiót is visszük, persze, hogyne? Jól le lehet majd bontani ezeket az ágyakat, és abból majd rengeteg XP-nk lesz, srácok. Visszatérünk mi még a 6-os, 8-as szintre. Visszatérünk mi még. Na jó van, itt az a pleasure. Az esőben álló rádiót is elvisszük, persze. Mi a legideálisabb útvonal? Szerintem megpróbálunk frontálisan átjutni, mert ez alapvetően egy kevéssé frekventált terület. Mondta Viktor, majd rájött, hogy igazából ez a templomnak a parkolója, és nem az, amire gondolt. És a templom parkolója bizony nem egy kevéssé frekventált terület. Ó, mennyi templomba járós autó. Mármint, hogy értitek. Hogy megérte kitisztítani ezt a területet amúgy? Egy kicsit egyéb, ez a visszapopulálódás, ez nem vagyok benne biztos, hogy ez annyira tetszik, de közben meg félek attól, hogyha tehát az lenne nagyon jó, ha nem spanolnának vissza zombik, de ténylegesen kerülnének vissza zombik. Mindenökké man. Így van. A nénik zombikként járnak misére, ők ilyen kemény nénik. Megszavazni. Krisztus teste! Jaj! Na, ez... Azt kell, hogy mondjam, hogy mi fel tudom tölteni a water bottle-ömet egy pocsolyából? Oké, nézzük meg, hogy ez az autó hogy van, mert ez az autó jelenleg jól van, de vagy jól volt utoljára. Ja, most meg kezd nem jól lenni amúgy. Bár annyira nem vészes, engine-ben nincs semmi dolog. Hát ez nem annyira vészes, ez lehetne sokkal rosszabb. És szerintem felemeljük az asztalomat mindjárt. Ó, nézzétek, hát már is hazaértünk. Hát mennyire... Milyen gyorsan... Mitől lettünk? Ó, tudom mitől lettünk leterhelve, nyilván. Tudom, hogy így működik a videójáték. Oké. Meg kell majd szerelni a szupermobilt, hát abból élünk egyébként. Elveszünk mindent abból, amit hordott az arc. Na. Mi lehet a... Értitek? Mi probléma lehetne abból? Grab all kulcs. Oh, wow, kezd egyre több kulcsunk lenni, srácok. Nem tudjuk ezt valahogy épkézláb sorrendben, vagy összerendezni ezeket a kulcsomókat? Úgy. Átraktam mindent. Az a 16 darab house key, ez azért elég ijesztően hangzik. Jó, elméletileg minden cucc nálunk van, ami az szükséges, hogy agyonverjük a korábbi haverunkat. Ó, nem kell agyonvernünk a korábbi haverunkat. Hát ez egy tök jó hely, öhözet. Szuper! Azt kell, hogy mondjam, hogy minden legnagyobb rendben van. Kéne szerezni egy csapot. Honnan tudnánk vajon szerezni egy csapot? Meg azt hogyan lehet elhozni egyáltalán? Mintha meg se haltam volna. Pontosan. Ez az autó mennyire van tele? Kellőképpen. És mitől lett kisebb a tároló kapacitása vajon? Lehet, hogy rosszabbul tud pakolni a karakterem. Hát az mennyire flash lenne, ha azért lenne rosszabb a tároló kapacitása, mert hogy van valami pakolós érték, és rosszabbul tud pakolni a karakter. Jó, ez egy csodálatos hely, azt hiszem ahhoz, hogy... lerakjunk egy generátort. Nem akarjuk itt üzemeltetni a generátort, csak lerakjuk a generátort. Rossz hírem van, kell hozzá Carpentry-ski, hogy elhozd. De mennyi? Gondolom minél több, annál nagyobb az esélye, hogy sikerül. Mennyi Carpentry skill egyébként az ajánlat? Mert hogy van alapvetően Carpentry skillünk, mert ugye carpenterek vagyunk, mint ilyen. Szóval, érted? Akár. Meg is tudjuk csinálni. A másik megoldás ugye az nyilván az, hogy... nincs is nagyon a közelben olyan, amit... na várjatok, kell mindenféleképpen. Ha Carpentry skill alapú, akkor kell mindenféleképpen egy ilyen. Kell mindenféleképpen, hogy nálam legyen egy ilyen. Csak jobban. Egy ilyen. Kell, hogy nálam legyen egy ilyen. És csavarhúzónak még mindig kell, hogy az embernél legyen. Még a zombi apokalipszisben is. Jó. Oké, ezeket itt le is tesszük. Ezt a rádiót mindenképpen letesszük. Sewing kit, scissors, thread. Nagyon jó, abszolút. Ezt megpróbáljuk felvenni. Nem sikerült nagyon. Három már elég hozzá, próbálkozni kell. Tehát akkor három úgy elég, hogy az azért random marad. Jó, akkor először is beülünk a kedvenc verdánkba. A zombi mobilba. Ja, és nagyon meleg van. Mondjuk tényleg nagyon meleg van. Holy guacamole. Ne felejtsük el, hogy lehúztam az ablakot. Nincs arra rendszer, hogy átmenesd a skilleket? Hát nem halsz meg. Tehát, hogy nem vesztik el a skilleket a karakterek, akik nem halnak meg. Azt hallottam. Az mennyire szerencsés, hogy azóta szakad az eső, amióta leraktam a... na, ez teljesen biztos, hogy nem Carpentry. Pipe wrench, vagy wrench. Oké. Okay. Vagy a másik megoldás, hogy nemes egyszerűséggel elmegyünk és szerzünk egy normálisat, ami Carpentry-ben megcsinálható. Szóval azon szerintem valami olyasmi lehet a játéknak a tervezőinek a logikája, hogy ugye ezeknek a skilleknek a nagy része az azért ténylegesen gyakorlást is igényel. Tehát, hogy nem csak... érted? Tehát nem tudod elsajátítani 100%-osan a csak és kizárólag a izéből, a tankönyvekből, hanem hogy tényleg valamennyire benne kell, hogy legyen a kezedben, hogy egyáltalán hogy fogod meg, hogy ütöd. Nyilván, ha van elmélet hozzá, akkor ezek sokkal gyorsabban rád ragadnak. Tudom, hogy van valahol wrenchünk egyébként, csak azt nem tudom hol. Valamelyik ládában itt volt szerintem. Lug wrench, az nem ez. Oh, pipe wrench, nagyon jó. Egyébként állítólag nagyon jó a mod... what the... bank. Ők honnan... Honnan kerültetek ti ide? Ó, digitális óra. Aj, de elpakoltam már innen a zombikat, tehát nem hiszem el. Meg el kellett majd csalogatni őket jó helyre meghalni. Mindegy. Apropó, térkép. Oké, ugyanúgy látom a dolgokat, amiket eddig láttam. Na ezért szedtem össze a hullákat, hogy végre ne kelljen nyalni zombi hullákon keresztül. Honnan jöttek ezek egyáltalán? Szóval ott tartottunk, hogy én szeretném ezt itt elvinni. Ez nagyon cool lenne, ha ezt itt elvinnénk. Chance, 25%. Ez egyetlen nem olyan rossz. Kalapács nem biztos, hogy a legjobb. Beadta a 25%-os srácok. Na, ez meg 52. GG easy, abszolút. 52%, értitek? Itt van egy csomó, valamelyiket felkapjuk, azt visszük. Ezek szerint ez nem adta be. Igen, azt hiszem meg... Azt hiszem... Ó, marinára. Akármi is, az visszük, kajának tűnik. Oké, nem akarhatunk mindent. Minden rendben lesz, srácok, sikerülni fog. Semmi baj, van még egy lehetőségünk. Elvisszük ezt a vackot is, jó? Elvisszük a szódagépet. Na, mi baj lehet? Amúgy is, ha már van szinkünk, azt rá tudjuk rakni mindenre, na. Ez nem olyan nehéz. Szóval az van, hogy eljutottunk a 8-as Carpentry szintre, befejeztük a 8-as Carpentryt, és aztán nyakon harapott minket egy zombi. Nem, kézen. És aztán kézen harapott minket egy zombi megint. Ha esetleg egy nem lenne elég, akkor azért így biztos, hogy biztos alapon. Úgyhogy meghaltunk, ez egy új karakter, de mielőtt meghaltunk volna... Mindegy. Szóval miért meghaltunk volna, még összeraktunk gyorsan egy víztározó rendszert a tetőre. Tehát építettünk egy lépcsőt, meg összeraktunk még gyorsan, az a törésnek a százaléka, nem? Ó, lehet, hogy rosszul értelmezem a százalékot. És hogy, hogy nem 52% hogy sikerül, hanem 52% hogy nem. Szóval leraktunk egy pár vízhordót, és most ezekhez próbálunk építeni alájuk ilyen dolgot, tudod, amitől így jön a víz. Szóval, ja, jelenleg ez a málás. És vannak is már ehhez szükséges felszereléseink, csak nem... Hát érted. Kérdés, hogy ipari szinket rá lehet-e szerelni vajon egy normális izére? Biztos vagyok benne, hogy rá lehet. Én legalábbis engedném magamnak, ha én lennék az ő. Ez ilyen véglegesnek tűnő bázis, hogy el tudsz képzelni jobbat? Nem tudom, hát nem építettem még semmit. Én szerintem maga az elhelyezkedése... A pozíciója, szerintem azok jók. Tehát, hogy én ilyen tekintetben abszolút elégedett vagyok vele. Szóval ebben a mentésben most, ameddig itt tanuljuk, hogy hogyan működik ez a játék, addig szerintem bőven jó ez mentésnek. Hol volt ez a halom konzerv? Ó, egy dobozzal arrébb. Mennyire elegáns. Hogy én erről nem is tudtam. Mert hogy így elfelejtettem, hogy van. Köszi szépen, Justin fotografer, a 31 hónapot. Hát az még gombócból is rengeteg. Hát nagyon-nagyon szépen köszönöm. Egyébként valószínűleg nem kellett volna itt még enni. Mert így valószínűleg pazaroltunk egyébként a kajából. De mindegy. Rá se ráncsatok, srácok. Mit csinál Viktor azzal, ti ne elfoglalkozzatok? Miért? Meg hogyan? Oké, ezek a dolgok mehetnek mondjuk ide. Annyi ajtót tudunk már craftolni, srácok. Hazahoztam az összes nyavajás ajtó alkatrészt, amit találtam a világon. Szóval, akkor ott kezdünk, hogy Carpentry for Intermediates, a Read, Sit on Ground, visszatérünk majd 6 millió év múlva, köszönöm szépen, ha végeztél az egész könyvvel, majd szólj. De ez csak 260 oldal, szóval, I guess. Kicsit éhes, kicsit mit tudom én, meg egyébként közben valószínűleg fáradt is. Jó, lehet, hogy el kéne menni aludni majd egyébként, és nem egyben kéne elolvasni az egészet. És aztán megint megyünk ilyen loot körre, meg összeszedjük a fát, meg ilyenek, meg el kéne menni egyébként a kajáért is. Lehet, hogy azt most elébe is veszem. Ezt szeretném megcsinálni, nagyon jó lenne, ha ebben a mai streamben még meg tudnánk csinálni ezt a csaptelepes dolgot. Én szerintem az nagyon-nagyon cool lenne. Na jó. Ennyit olvastunk ma. Megyünk aludni. Kelés 9-kor. Szóval kelés 9-kor. Alvás tovább. Majd olvasás tovább utána. És akkor nem a izére megyünk rá, nem a Carpentry-re megyünk rá, hanem... valami fura hangja van, kikapcsoltam az autót, ugye? Oh. Jó van akkor, na! Nem kapcsoltam ki az autót, de ez mennyire jó egyébként, hogy ezt Audio Club-ból meg lehet mondani. Olvassál tovább, fiatalember. Jól írják a cseten, pihensz majd, ha meghaltál. Márpedig. Bár egyébként a zombi apokalipszisben ez sem helyes kifejezés, mert valószínűleg akkor sem fog pihenni, ha meghalt. Mármint érted, onnantól is. Farmot milyen módon lehet telepíteni? Na, ahhoz is szeretnék lassan eljutni. Szóval, amit tudok a farmról, hogy kell az ásó, és akkor ott tudsz csinálni farmot, én a tetőre szeretném megcsinálni majd, mert hogy talán kisebb az esély, hogy átgyalogolnak rajta a zombik, mert ugye le tudják taposni. Nagyszerű, hát ez mennyire primán sikerült is. Szóval le tudják taposni a zombik, szóval emiatt lehet egy kicsit praktikusabb, hogyha olyan helyen teszed, ahol vagy körben van rakva kerítéssel, vagy nem annyira jutnak hozzá a zombik. Most ilyen nyilván ez hozzá tartozik, de már is álmos vagy? Azért áldjon meg téged is, fiam, hát veled is csak többen vagyunk. Jó, tessék, egy kis délutáni szunyóka, de aztán most már legyen elég. Jó, most meg szomjas vagy. Hát ez te, most meg éhes. Szia kurosínya, akkor haraptak minket, meghaltunk. Oké, kézen haraptak minket, de érted, ezek csak technikai részletek. Megharaptak minket, aztán baj volt. Hát ez egy gyerek. Hát ja. Nem tudom, mennyi víz van ebben a cuccban, de hogy van. Szóval kézen haraptak minket, és aztán kézen haraptak minket még egyszer, de már elértük a 8-as carpentryt, szóval gyorsan építettünk egy lépcsőt fel a tetőre, hogy azt mindentől a következő karakterünk mintegy használni tudja, és fent a tetőn pedig építettünk vízgyűjtőket, úgyhogy most már vízünk az van. Szia Ubul! Méghozzá... 400×400, fantasztikus. És most azon dolgozunk, hogy megpróbáljunk bekötni egy dolgot a helyre. Szóval megpróbálunk bekötni egy csaptelepet találjuk. Merjetek? Anyas carpentry kell. Hét? De hát ez egy fadoboz. Részeg vagy? Egyébként igen, valószínűleg részeg. Oké, tehát akkor nem tudunk csinálni semmi olyat. Nem a dobozt keresem, az a kérdés, hogy mibe tudjuk lerakni a csaptelepet. Tehát, hogy érted, hogy mibe tudjuk beszerelni a csaptelepet. Hogy mindenképpen hoznunk kell valahonnan hozzá egy pultot. Predi vége mi lett? Az előzőjé vagy az újé? Van egy új predi. Az új predi az még rendben van. Az előző prediben meghaltunk, szóval az, hogy meghalt. Miért vagytok ti ennyien? Legyetek mind átkozottak, ha már így erről beszélünk. Ez nagyon sok zombi. Megpróbálom őket nem egymásra húzni, de szépen lassan kitisztítgatni, mert szeretnék bemenni, benézni ebbe a boltba. Nem tudom, hogy ez az óra kell-e, de értitek. Ó, egy screwdriver, valaki belállított a hátába egy screwdrivert. Beta blocker. Mi lehetünk a világ legbátrabbjai. Nem hoztam konzervnyitót. Annyira hozzá voltam már szokva, hogy van nálam konzervnyitó, hogy nem hoztam konzervnyitót. Jó, mindegy. Ki akar egyébként is konzervet enni. Amúgy küldtem megint a no linket szenárióról. Megnézem majd. Az ott egy ingyen ütés volt, srácok. Oké, fantasztikus. Na jó, egy kicsit melegünk van, de ez abszolút érthető, hiszen értitek itt a nyári, nem tudom melyik amerikai, Kentucky ez, vagy nem is tudom melyik állam egyébként. Van ilyen lore-ja egyébként a játéknak, tehát így lore-ból lehet tudni, hogy melyik állam ez, csak én nem tudom lore-ból, hogy melyik állam ez. Hello! Oké, ezt egy kicsit talán kezdhettük volna finomabban is. Nagyszerű. Next! Igen, nekem Kentucky, nekem egyértelműen Kentucky rémlik amúgy a dologból. Az, ha ott bepirosodik a kaja, akkor sajnos lesz egy negatív bónuszunk. Vagy hát egy negatív debuffunk a kaja miatt, szóval... Ne kelljél föl! Köszönöm. Ó, egy toll! Oké. Ezzel az autóval kapcsolatban azt állapítottuk meg, hogy nincs benne kulcs. Oké, várjatok, átülünk a másik ülésbe, hát ha. Ja, pedig milyen kis menő. Meg tök jó állapotúnak tűnik, szóval akár össze is haverkodhatnánk vele. Oké, ott van még egy pár zombi. Egész jól sikerült ezt itt elfoglalni. Előkerült az előző karakter? Mármint, hogy hát az összes cuccát elpakoltam. Mintha látnék, hallanék a magam mögül zombit. Jó, nem, valószínűleg rosszul hallottam. Lehet, hogy bentről hallom őket. Bent is lesznek ezren, alig várom. Lehet, hogy akkor haza kéne mennünk inkább enni. Ők nagyon, ez nagyon sűrűn van ez a kupac, elkezdhetnének elesni. Köszönöm. Mert akkor ugye ilyen leszellősödik egy kicsit. Ó, nézzétek, van egy sisakja. Ha valaki esetleg véletlenül zombivá válna a valóságban, kérlek, vegyétek le a sisakotokat legalább. Mert mint nyilván értek mindent, meg persze a sisak, meg... Ó, egy játékbaba. De értitek, na, vegyétek le a sisakot. Az csak egy. Ez egy kicsit tovább tart, mint gond. Ne a mellette lévőt kezd el ütni. Ez baj. Az, hogy üti az ajtót, azt nem tudom, hogy mennyire hallják. Jövök már. Ez nem az az ablak. Ez nem... Haló? Ó, azt a táskát látjátok? Oké, ez egész jó. Azt a táskát azonnal ellopjuk. Hát de valamelyiknél... ott van. Oké, van még egy. És itt van egy lépcső az emeletre. Oké. Ó, csavarhúzó. Házhoz szállítva. Jó, nem megyünk ki, egyenlőre itt megpróbálunk enni. Ilyen hát, ha van konzervkaja, amit fel tudok nyitni alapon. És aztán pedig megtöltünk mindent, amit tudunk kajával. Az, hogy miért hoztam el a Carpentry könyvet, azt ne is kérdezzétek, az ég egyet a világon nincsen semmi értelme. Oké, éhesek már nem vagyunk. Oké, erre fogjuk kivinni a kaját. Akarunk közelebb parkolni? Szerintem nem akarunk közelebb parkolni. Értem, hogy miért lenne logikus közelebb parkolni, de nem fogunk. Oké, könyv mindenképpen át a táskába, hogy ne nézzünk már ki úgy, mint az idióták. Az eszközök, amikre most nincsen szükségünk, az mindenképpen át a táskába. A baseballütő maradhat a kéz közelében. Jó, és akkor a táskában lévő duffel bag, az mehet a secondary-be. És a nálunk lévő cucc mehet a primary-be. És a konzervek pedig mehetnek a táskába. Az összes nyajás konzerv. Ó, megint van egy ideig konzervünk, srácok, azt hiszem. Azt nem tudom, hogy meddig, és lehet, hogy el kéne kezdenünk főzni, meg el kéne kezdenünk kaját termelni magunknak. Elsősorban azért, mert nem vagyok benne biztos, hogy a konzerv a legtápláló. Tehát, hogy az a helyzet, hogy végtelen kajának tűnik, de közben nem végtelen kaja amúgy. Tehát, hogy nagyon-nagyon gyorsan fogy. Nemrég jöttem egy baseballütő alul 3 négyzet szélső bikébe. Oké, nem feltétlenül ez volt a terv. Félkézzel nem akarok harcolni, nem muszáj. Igen, hogy lehet ezeket hotkeyre rakni. Még nem jöttem rá, hogy kell használni a hotkeyt. Úgyhogy majd egyszer gondolom, rájövök. Nem is ez volt a terv, de visszamegyünk, azt mondjuk még egy kör. Augusztus közepe van, télen nem lehet termeszteni. Ó, tehát, hogy kezdek kifutni az időből, azt mondod? És mennyi idő, ameddig megtermelem a növényt? Jó, hát igazából élhetünk konzerven, értitek? Tehát, hogy... Sok. Ahogy az ráadásul nem ilyen hónapok. Hónapok, de hát addig még nem is voltam életben soha. Sőt, az a helyzet, hogy még összesen se voltam addig életben. Ez a videójáték nem kegyelmez. A növény nő, a karakterek lesznek újak. I see. Oh, wow! Még több raktártingi. Kakaópor, srácok. Wow. Wow. Jó, mindjárt megfejtjük, hogy hogy működik a quick bar, na. Hello. Ne kelj fel. Légy szíves. Utánunk jött. Hány napos itt egy hónap? Szerintem ugyanannyi, mint amúgy, nem? Csoki chipset fogunk enni, srácok, a következő nem tudom hány évtizedben. Mondta Viktor, de igazából holnapra már valószínűleg elfogy mind. Wow, ott az a polc, aztán amikor így tudjátok így, jaj, még megnézem ezt a polcot, és a boom, így tele van mindennel. Oké, azt hiszem most ez egyenlőre elegendő. Nem vagyok benne biztos, hogy most akarok még egy kört futni. Vagy tovább futni még kört. Tehát, hogy... Hogy? Oh. Hogy beparkolhattam volna az autóval konkrétan oda. Aj, de közben meg még egy kört csak le kéne futni már, mint értitek. Vagy a másik megoldás az az, hogy nemes egyszerűséggel azt mondjuk, hogy majd visszajövünk. Attól félek, hogy ha már kitisztítottam, akkor... Akkor értitek? Tehát akkor el kéne vinni addig, ameddig ki van tisztítva. Mert hogy akkor, ha következőre visszajövünk, akkor ugye megint ki kéne tisztítanunk. Tehát, hogy az... Az sem feltétlenül jó. Legalább a raktár részből ki kéne raknunk mindent. Szóval az van, hogy az annó Minecraft Stardew Valley után erről is Viktor telt, hogy megveszem és játszok vele. Ne haragudj. Nem hangzik egy hülye ötletnek. Melyik? Több ötletet is mondtam. És egyik sem hangzik hülye ötletnek. Csak kicsit. Oké, csak egy gyors hit and run kör. Bemegyünk, kijövünk, összeszedünk útközben egy halom kaját. Nope. Viszlát. Így, hogy ennyit látok? Nem. Így köszönöm. Azt úgy oda én nem megyek be. Nem láttam semmit, srácok, szóval no, thank you. Majd hossz, visszajövünk holnap reggel, vagy valami. Égyni, beparkolunk, és már itthon is vagyunk. Viszünk be egy adag kaját, na. Kategória. Food. Miért nem alszol a kocsiban? Hát mert itt a bázison, miért aludnék a bázison? Ja, hogy ott a izénél a kocsiban. Meg lehet csinálni, meg megcsináltuk már többször, de ilyen rossz érzésem van a dologgal kapcsolatban, hogy őszinte legyek. Ezt láttátok ott kóvályogni ezt a zombit? Én láttam. Oké, azt nem mondanám feltétlenül, hogy a bázisunk az így nagyon egy, értitek, szóval, hogy így egy nagyon fancy bázis volna. Mert az nem lenne feltétlenül igaz. De bázis nonetheless. Egy nagyobb lyuk. Egy teljesen egyébként valószínűleg egy zombi apokalipszis esetében abszolút ölnék érte. Szó szerint és átvitt értelemben is. Szóval, hogy minden értelemben abszolút ölnék érte. De hogy közben, ja, lehetne szebb, meg lehetne, értitek. Tehát, hogy ha eltartott kisújú zombi survivorok vagyunk, akkor mondhatnánk azt, hogy de hát ez egy lyuk. De hogy nyilván közben nem lenne igaz. Mert közben van egy csomó cuccunk, ami kell a túléléshez. Most megint van egy csomó ideig kajánk. Oké, átjavítom, van egy valamennyi ideig kajánk. Most egy kicsit többet akarok enni, hogy elkezdjek gyógyulni. Azt hiszem, akkor gyógyulok, hogyha túl vagyok kajálva. Menő emeletes lakásom van farmokkal. Oké, az mondjuk tényleg nem hangzik rosszul. Bár technikailag nekem meg egy emeletes bázisom, mert van benne egy lépcső. És akkor az onnantól kezdve nyilvánvalóan emeletes bázis. Bezártam ezt a belső ajtót. Be. Apróbb technikai részlet, hogy a világítás nem feltétlenül az erőssége. De hát kinek az erőssége a világítás, úgyis a zombi apokalipszis közepén. Alarm, mikor kelünk? Reggel 8-kor. Legyen 9, na, aludd ki magad. De az tetőre vezet, nem az emeletre. De a tetőn tárolunk dolgokat, ergo, érted? Tehát, hogy... Egy deredva van itt bent egyébként. Fú, deredva van amúgy itt bent. Mondjuk nem akkora redva, mint ezen a folyosón. Azt a nénit agyon verjük. Néni! Néni a sportcipővel! Hát, mint egy igazi champion, úgy állta bele egyébként abba a fejbevágásba. Mint egy igazi bajnok. Na, szóval, ott voltak fönt a vízes. Ó, ne, azt már nem fogjuk tudni befejezni. Mindegy, kellett egy kis kitérőt tennünk a kaja miatt, de hogy itt sajnos azt lehet, hogy nem fogjuk tudni befejezni a vízes projektet. Ugye ezt innen, ezt el kéne pakolnunk, hiszem azt bárhova. Ja, az ott pont jó is lenne. Oké, akkor ezt innen elpakoljuk a bárhova. És akkor azt a dobozt onnan elpakoljuk az akárhova. Úgy. És ide fogjuk szerintem tenni a csaptelepünket, ha majd lesz. Ó, tudjátok, nem vittem? Mert hogy mit nem vittem? Hogy értelme legyen a mondatnak, amit próbálok használni? Hát hogyan kötöztem volna be így magamat, ha megharap valaki? Vagy megüt valaki? Vagy zombi dolgok történnek? Oké, mi az, ami még most belefér? Szerintem nagyon-nagyon gyorsan belefér még egy rán. Amiben megpróbálunk szerezni valami bútort. Nálunk vannak az eszközök, plusz egy Carpentry for Beginners. Beginners. Intermediates, azért. Anyway, Drakósárk, nagyon szépen köszönöm a 12 hónapot, nagyon király vagy. A boltban nincs csaptelep, ugye? Köszönöm sok kellemes órát, további jó játékot. Jaj, nagyon örülök neki. És érezd jól magad a továbbiakban is. Na, ehhez semmi közöm nincs. Jó, ehhez most nincs kedvem, megyünk inkább biztos pozícióhoz. Valami nyugodt biztos pozícióhoz. Nem tudom, keressünk valami mellékutcát, amiben nincsen senki. Vagy értitek? Nagyjából nincsen senki. Hoppá! Hogy átestek. Mondjatok egymásnak szép dolgokat általánosságban. Na ez nagyon jó, ez egy ilyen... Ott egy kulcs. Ahhoz a csatrogányhoz, de nem ez a... Ó, emlékeztek az utcára, ahol nincsen senki? That ain't it, chief. Oh, ott egy kulcs, nem, az csak egy izé. A hullákból OV portrét rajzolni? Nem tudom, hogy tudnék-e egyébként. Oh, hát abban a csávóban valami nagyon van, vagy csajban. Hát őszinte leszek, azt hittem, hogy ez a régió, ez egy nyugodtabb hely. Na hát végül is persze, miért is lenne nyugodt. Na, megvan a tökéletes hely, srácok. Tévedte Viktor nyíltan. Oké, nem, ez egy egész jó hely. Okay. Nem, így szerintem ekkora sebességnél nem teszed tönkre vele az autót. Nagy sebességnél teszed vele tönkre. De mindjárt megnézzük, de szerintem ekkora sebességnél nem. Tehát a koncepcióm az az volt, hogy ekkora sebességnél nem teszed vele tönkre az autót. Max tévedtem. Nem, teljesen okések vagyunk egyébként. Ú, nem! Az 90% volt. Oké, ez mondjuk nem jó. Oké, egy kicsit jobban tönkretettem az autót, mint gondoltam. De az volt a terv, hogy nagyon lassan gurulva ez nem okoz problémát. Nem vagyok benne 100%-ig biztos, hogy bejött. De nem tudom, hogy ez ezért van-e, vagy azért, mert... Értitek, bármi más miatt. Ez nem egy zombi. Csak nem lehet olyan nagyon sok. Oké, csak kettő, épp az akció közben, vagy hát az akció után, de értitek. Na, szóval, amiért érkeztem... Oh, wow, abszolút nem ezért érkeztem, de haló! Hogy én tényleg azt hittem, hogy ennél egy kicsit talán kevésbé fog majd tönkre menni, de... Értitek, tévedtem. Kipróbáltuk. Most a sietség miatt szerettem volna így kitisztítani a dolgokat, nem biztos, hogy jó megoldás volt. Jöttem lekésni mindent is. Ja, meghaltunk. Oké. 52%-a van annak, hogy tönkre megy. Csak add be, kérlek, a kezembe. Csak add be a kezembe ügyesen. Ah, ez meg lenne. Jep, ez nálunk van. Nagyon jó. Szia, Memorú! Szeretném azt a szivacsot is elvinni. Oké, dis, tingi. Jó, itt nyilván minden meg van rohadva, még az is, ami nincs. Nagyszerű. Én innen ennyit szerettem volna eredetileg, de... Közben van egy mikró is, értitek? Szóval... Elvisszük azt is. És megpróbálunk nem konfliktusba keveredni most hazáig. Annyit kell csinálnunk, értitek, hogy nem állunk. Oh god. Csak tedd be a mikrót, tedd be a mikrót, tedd be a mikrót. Na, szóval, mint azt említettem, annyit kell tennünk, hogy nem állunk leverekedni senkivel. Ami ugye nyilvánvalóan nem olyan nehéz. Ne, megyünk haza. Megyünk haza. Nincs itt semmi, ami nekünk mindenféleképpen kéne. Beülünk az autóba, megnézzük, hogy van Dávid. Dávid jól van. És elindulunk hazafele. Mintha itt se jártunk volna. Megpróbálunk nem felgyorsulni túlzottan. Melyik a legjobb útvonal? Autópályán megyünk. Újjá szépen, úgy. Nagyon jó. Most akkor megint nagyon vigyázzunk az autóra. A kísérletnek vége. Wow, mekkora parti. Kimegyünk az autópályára, és az autópályán fogunk hazamenni. Én szerintem az a legnyugodtabb megoldásunk. És az a leggyorsabb is talán. Az útminőség romlásáról meg ne is beszéljünk, gyakorlatilag 3 napja van vége, 3 napja kezdődött a zombi apokalipszis, de már is minden, oké, nem 3 napja, de értitek, szóval volt egy karakterünk, aki 22 napot élt, volt egy, aki 12-t, és akkor van most Ferike, aki 0-át, még egyelőre, szóval, valószínűleg nem kéne még rohadnia az útnak. Hoppá! Kísérlet, ami 20% kárt okozott. Hát ez, igen, ez történt. Pedig egyébként az autó hátuljával ütöttük el a legtöbbeket. Na, azt megint szivárognak ide a zombik. Hát megáll az ész. Ember elmegy egy kicsit körbenézni, azt a környék megtelik zombikkal. Na, az, hogy itt például ennyire lyukacsos a minden, az kifejezetten kellemetlen. Jó, hát nem mondaná rá az oktatóm, volt oktatóm, hogy ez jó lett, de közben meg. Jó, igazi férfiak nem fordulnak többet, ugyebár. Úrs, ez mennyire végtelen undorító ez a mondat amúgy. Minden, de hogy így minden értelemben. Oké, a mikró. Hova teszem a mikrót? Ó. Oh. Nagyon jó. Nem lehet forgatni a mikró. Mindegy, akkor rátesszük a kajásdobozra a mikró. Valahogy biztos lehet forgatni. Mindegy, van külön gomb arra, hogy rotételünk, úgyhogy majd rotételünk azzal. Mekkorát forgattál rajta? Haver! Ó, köszönöm. Akartam mondani, hogy te aztán megtolod ezt a forgatási dolgot. Industrial Sync. Oké. Install Industrial Sync. Oké, mindjárt bekötjük a vezetékes vizet, megáll az ész. Oké, Industrial Sync, és most már csak be kell kötni. Hova kell ahhoz kattintani vajon? Hova kell ahhoz kattintani, srácok? Vagy ez már így be is van kötve, azt ennyi? Nem, mert nem működik. Fent a hordóra? Fent a hordóra? Várjál, nem indulok sehova. Valaki olyan írja meg, aki tudja. Nem kell ahhoz csőkulcs, de az van a kezünkben. Ottan van a pipe wrench. Hát, ha jó a layoutot kellene lennie. Ó, de jó. Psz, ez egy fantasztikus hír. Ki tudom önteni a vizen. Nem, szóval akkor lent kéne lennie, csak nem jó feltétlenül a layout. Oké, tök jó lenne, ha tudnánk, hogy vajon... Miért nem? Ha pont felette van, nem lehet. Oké, az biztos, hogy nincs pont felette. De ezt nem fogjuk tudni arrébb rakni. Hol a retekben lehet az a cucca mennyezeten? Nem tudom, nézzél már fel a tetőre, vagy valami. The barn needs to be one tile next to the tile where the sink is, and one floor higher. Az baj, mert arra nem figyeltem, hogy one tile legyen az mindenféleképpen. És nyilván nem tudom, hogy hol kell, hogy pontosan legyen. Pakolgassuk a hordókat, nem? De valószínűleg az lenne a leglogikusabb megoldás. Csak azt ki kell önteni. Mit szóltak, ha kiöntünk egy hordót, és megpróbáljuk azt használni... Ó, várjátok, akkor ezt... Szóval kiöntünk egy hordót. Annak a vize nem a világ. Hogyha, értitek, hogyha 1000 nem tudom mennyi... Hordó is törhet felvételkor, hát ez fantasztikus hír. Hogyan tudnánk ezt meghatározni, hogy hol a retekben van egyébként? Szerintem valahol errébb kéne, hogy legyen, nem? Nem, azt hiszem, erre nem készültünk fel. Az nagyon sok. Oké, akkor valószínűleg ezt következőre fogjuk megoldani. Igen, valószínűleg ezt következőre fogjuk megoldani, mert... Oké, tehát 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 tile pont a fal mellett. Igen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. A 11. Itt is van egy generátor, wow. Oké, akkor a 11. Szia, Mikey! Hova tettük a hordókat, vajon? Egy, kettő, három, négy, öt, hat, hét, nyolc, kilenc, tíz, tizenegy. Szerintem itt van. Well, That's a lot of távolság. Oké, akkor két megoldásunk van. Az egyik, hogy vagy arrébb hozzuk 1, 2, 3. Egy, kettő, három, és egyel arrébb. Vagy ugye megpróbáljuk közelebb vinni a hordókat, de az a baj, hogy a hordók eltörhetnek. Szóval a szekrényt könnyebb pótolni, nekem is ez a véleményem. 1, 2, 3, 4. Szóval, hogy a szekrényt sokkal könnyebb megpróbálni pótolni, mint ez. Egyszerűen el kell mennünk megint egy házhoz, össze kell szednünk, nyilván nem egyszerű, nyilván hozhattam volna többet, és egyszerűen be kell lakkolnunk. Viszont a hordókat, azt még nagyon sokáig nem fogjuk tudni pótolni. Ezért is raktuk le őket ilyen sietve egyébként. Így szemre. Szóval 1, 2, 3, 4. Ide kéne kerülnie. Ami most azt jelenti, hogy ez nyilvánvalóan pont elfér, szóval az, a kérdés az, hogy össze fog törni. Tehát, hogy értitek? Semmi baj. Megvan, hogy mit csinálunk a következő epizódban. De szerintem, ha oda átrakjuk, akkor az ott jobb lesz. Ezen nem fog szerintem streamen kívül dolgozni egyébként. Én ezt a projektet szeretném a streamben befejezni. De egyébként fogok játszani streamen kívül, tehát hogy fogok kaját lerakni, meg fogok dolgokat rendezni, és valószínűleg fogok megpróbálni Carpentry-t fejleszteni. De megint az van egyébként, hogy egy teli helyet ki kéne clearálnom ahhoz, hogy... És azt nem akartam a streamen kívül csinálni. Mindegy, valószínűleg akkor streamen kívül kell csinálnom majd. Mindegy, ezt a részét ezt kitalálom majd. Biztos, hogy fogok streamen kívül játszani. Oké, ez... Szóval... Biztos, hogy szeretnék streamen kívül játszani, az, hogy biztos, hogy fogok streamen kívül játszani, az nem igaz, mert hogy ahhoz idő is kell, és az meg egyáltalán nem biztos, hogy sikerül. Bár egyébként most pont esélyes. Na mindegy, ez majd kiderül. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok az egész héten, nem csak most. Hatalmas királyok vagytok, és találkozunk következőre jövő hét elején. Amikor is... Ó, Megamax, nagyon-nagyon szépen köszönöm a 15 hónapot, nagyon király vagy, köszönöm szépen. Ja igen, és elnézést mindenkitől, aki az elején arra fogadott, hogy túléljük. Unlucky. Sajnos az unlucky. Viszont folytatjuk a dolgokat, annyi, hogy gyönyörű szépen elértünk egy adott szintű Carpentry-t, de egyébként hozzá kell tenni, hogy amúgy nem volt hatalmas munka. Tehát, hogy tudom, hogy ez így nagyon furán hangzik valószínűleg, de amúgy nem volt lehetetlen. Tehát, hogy nem érzem azt, hogy soha nem leszünk ott még egyszer. Valószínűleg, ha 10 XP-nként ládából grindoltam volna össze azt az összesen elköltött, nem tudom, 10-20 ezer XP-t, akkor valószínűleg abba is hagyom a videójátékot, de hogy ez így nem akkora meló amúgy. Úgyhogy ja, ez volt a héten az utolsó stream ezen a csatornán, hétfőn találkozunk, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, hétfőre megpróbálom összerakni a jövő hét menetrendjét, nyilván van a szokásos célokkal, Crusader Kings, illetve Crusader Kings tárgyúveli, jövő héten jelenik meg az Anno DLC, az első tehát a 4. seasonnek az első DLC, úgyhogy valószínűleg lesz jövő héten egy Anno, megpróbálom mindenféleképpen beszuszakolni a Project Zomboidot, mert nagyon-nagyon élvezem, ha most élvezet tekintetében nézzük, akkor most jelenleg a Project Zomboidot élvezem a legjobb. Mindenképpen megpróbálok összehozni egy Minecraftot, szóval meglátjuk majd. Ezek a célok, és vannak rá slotok, szóval kitaláljuk, hogy össze tudom-e hozni. Jövő hét nem D&D hét, szóval azzal a nappal is lehet számolni. Viccelődtünk oda egy Sea of Thieves-szel, nem vagyok benne biztos, hogy azt komolyan gondoltuk, de igazából én azt is adnám amúgy, ha sikerülne. Úgyhogy ja! Ez, igen, és ne felejtsétek el a fantasztikus VOD csatornát, ha valaki lemaradt volna egy streamről, bármelyikről, vagy esetleg többről, mert egyszerűen nem jön ki neki az, hogy amikor én streamelek, itt tudjon lenni, ami teljesen érthető egyébként, a hét délelőtt streamelek, meg ugye délután is. Szóval, ha esetleg valaki lemaradt volna bármiről, akkor a VOD csatornát tudom ajánlani, tök gyorsan átkerülnek mostanra már a vadok, nem egy órán belül, de mondjuk 2 napon belül, azon a héten biztosan átkerülnek a vadok, amikor a stream volt maga, úgyhogy ja, ott tudjátok visszanézni, és ráadásul azzal, ha ott nézitek vissza, és nem Twitch-en, azzal támogatjátok a munkámat is. Emtek Twitch-en is van reklám, csak nem látom a bevételének a nyomait, szóval gondolom akkor mindegy. Vagy mondjuk az összesre az elmúlt pár hónapban, vagy mondjuk, igen. Vagy mondjuk. Na! Nagyon királyok vagytok még egyszer. Nagyon szépen köszönöm az egész hetet, és rédelünk, pedig ez most egy gyönyörű pillanat lett volna lezárni. Ó, Istenem. Viktor. Mit csinálsz az életeddel? Tök régen voltunk Gigénél. Adjátok át üdvözletem Mr. Gigének. Na! A viszontlátásra, kellemes hétvégét, jó pihenést, sziasztok!